szuper. Na jövök is. Jó van. Várj egy picikét. Hogy rohadná meg. Meghalt a gépem. Várjál, Lackó. Jó, újra kinyitom a játékot. Csinálj ugyanazt a szart, mint előzőleg a gép. Köszönöm szépen. Urinítom a gémet. Rohadnál meg ott, ahol vagy. Szia, Nettom. Jó, most van kép, oké. Na, Lackó, mit vagy? Na, amúgy sziasztok, srácok! Szevasztok, most már végre el tudjuk kezdeni. Remélhetőleg. A srácok, nagyon csendben vagytok. Lackó, megy egyáltalán a mikrofonom? Most megy, hívjál meg! Amúgy valószínűleg ez bug, ami az a cucc, mert most játék közben csinálta, és asztalon meg semmi baja nem volt. Menübe csinálta, azért kellett újraítom a játék. Nem is hallak egyáltalán, nem tudom mi van. Haló? Haló? Csak nem hívott meg mi. Mi a geci, ma miért nem működik a shift edit? Ó, Isten faszába már. Az a shift tab. És nem engedi a shift tabra válaszolni. Rohadná meg ott, ahol vagy, bazd meg. Nem lehet letenni ezt a kibaszott játékot.
Na végre leteszed már, bazd meg. Dragi, szólalj meg, mert nem hallok bőle semmit. Lackó, mit beszélek hozzád? Itt beszélek hozzád. Discordon nem hallak. Hát, Discordon is kéne halljál. Isten faszába, bazd meg, hogy csinálja ezt a getit, ez a kurva faszopó laptop. Leteszem a játékot, visszateszem, és azt a bágos megpróbálok alítani, ha csak nem fagy be. Fölbassza, bassza meg a mocskos rohadt kurva anyját azt. Oh, jól van itt a beállítás. Oké, okay, lívelek. Hihetetlen, bazd meg, ez nem igaz. Kell nekem az a... de laggó, bazd meg. Game hát Isten, én nem akar működni, hogy szétbaszom. Hát én is szétbaszom már. Faszom. Graphics options. Videó mód. Vide nekem az 60 Hz-re azon nyomba, mint a tüstént, mert ezért gecizik. Ah! Na látjátok? Ez volt a baj. 144 Hz-re volt kapcsolva, hiába van 60 Hz-en a monitor. És egy jojózott megint ott fölül, Anett. És akkor ne legyek kédegideg. Pedig múltkor jó volt. Lackó, most hívjál már meg. Vagy várjál? Még nem hallak. Most... Igen, Anett, kezdi, mert a játék a 144 Hz-en volt, és hiába volt beállítva nekem a Windows 60 Hz-re, a játékban 144 volt beállítva, úgyhogy megint azt a 5 centis sávot megint úgy vibrált, és akkor megint a alsó 5 centit vetítette ki oda is. Oh. Minden játékot állítsak át 60 Hz-re, szóljatok rám! Szeptemberig ki kell bírni így a notebooknak, mely nyári szünetbe, nem szeretnék gép nélkül maradni. Én nyári szünetben játszani szeretnék, nem szeretnék gép nélkül maradni. A Rocket League-be van beállítva, Fall Guys-ba. Szóval a Rocket League-ezünk vagy Fall Guys-ozunk, szóljatok rám, illetve a Fortnite-nál is szóljatok rám. Most is annyi van beállítva. Ha véletlenül se legyen ezzel problémám most. Hogy állítsam át 60 Hz-re. Mert 144 Hz-nél megbolondul a notebook kijelzője. Szia testvérem! Lackót várjuk jelenleg. Lackó bácsi, hall minket? Várjál, most kellett egy újraindítást csinálnom megint. Várjál, ó, nekem ilyen default szarok vannak benyomva, várjál, mindjárt jobban fogsz. Így-e. Egészség. Ki van ezzel a kurva egészség, gépte. Egészség. Nekem tudod, mit csinált? Nem. Ugye nekem a beállításokban a játék 144 Hz-re van beállítva. A játék, tudod, mit csinált a monitor? Ugyanazt, fölül azt az 5 centilis sávba. És eszembe jutott, hogy át kell állítanom a játékot 60 Hz-re, és jó lett. Szóval igazad volt, Lackó, valami itt a monitor, meg a laptop alaplapjával van az a csatlakozás, és mondta, hogy az egyik chip van meghibásodva, és nem tudja átadni azt a nagyobb hercet a monitor. Nem tudom. Amit mondtál nekem. Szóval az a baja. Hát azt mondtad, hogy ez egy chip. Igen, igen, igen. Ezért bírja csak a 60 Hz. Nem vedek. Szóval. Átállítottam 60 Hz-re, már jó lett a játék. Tehát múltkor nem csinálta a játék, de most már az is csinálja. Szóval mind a játék, amit játszok, át kell állítanom. Hát, de az csak multiplayer játékok. Nem csíges, kibaszott, kurva. Lapaszát! Legalább most már hallak. Nyugi, én is elkáromkodtam magam.
Csak addig működjön, amíg ezt beállítom, bazd meg. Hát minimum. Ha már megoldottam már a problémámat. De kár nincsen kis tartó itt mellettem. Elnyúlni a izja. Nincs olyan hosszú kezem. Hát én is szegény voltam, én is itt szívtam vele most. Egy jó darabig. Én nem tudom, hogy a gépeknek mi a kurva kibaszott baja van, de ma kezd az agyamra menni. Na, ja, játék. Ja most már nem kell kilépnem. Ah, végre jól van, 6 perce kellett állít. Hogy nem lesz nekem streamelve, mert ahogy látom a Discord is kinyírja a gépet. Igen. Hogy most vannak bajok. Na figyelj. Host options, betettem full qualified, tehát Q1, Q2, Q3 és 100%-os verseny. Elég lesz begyakorolni a pályát? Vagy legyen egy short qualifying. És 100%-on meg tekeredjen a dolog. Hát figyelj, elég egy short és van lehet full is, csak hát most ugye kormánnyal vagyok. Egy rövidebb practice lenne jó, mert utána valamennyire begyakoroljuk, utána végig tudjuk, el tudjuk skippelni, ugye. Tudod, megint elbaszta a hangot. Tudod, visszamegyünk a boxba és elskippeljük. Nem tudunk elskippelni. Meg kell várnunk, azért kérdezem. Ja, a fél órás praxis az is meg kell várni. Igen. Akkor... Itt nem tudjuk. Akkor menjen full. Mit szeretnél? Hogyan nem. Szeretnéd? Nem, mehet full. Na jó van, akkor megyek full. Azt útközben majd beállítom itt a játékhangot is. Mert eléggé gyéren hallak. Na, okay. Mert ugyanazt csinálja, mint a múltkor, hogyha belépek a játékba, akkor elveszi a Discordnak a hangereit. Jó van, srácok, modik, ti meg szóljatok nekem, hogyha van valami. A játékkal vagy a képpel, mert én most csak a csetet figyelem a telefonon, hogy azzal se egyem a netet. Vagy úgyis itt vagytok. És kurva hangos lesz, bassza meg. Lehet, hogy nem foglak hallani. Az fasza. De mindjárt kolliga alok, csak be kell mennünk a játékba. Most a játék olyan geci hangos lesz, tehát te hangod meg szinte semmi. Majd énekelj közben, hogy be tudjam állítani. Oké, salalalalalala. Salalalalalalala. Még fekete kép van, várja. Ó, van. Sension info, 18 percünk van a Q1-be? Igen. Hát érdekes lenne már Q1-be kiesni. Na, hogy állunk? Veszély csak. Ultra soft. La 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 la. Lackóm, lackóm. Győzön a jobbik. Ja. Rexona. De viszont a időmérő után azért tartsunk egy pisi szünetet. Mindenképpen ma sörözök. Ma mérgem be egy sört, megittem. Jó, tökéletes. Még megiszom a röd bulocskát, aztán utána én is iszok. Azért kérdezik. Hát ez lehetetlen. Teját utána. Hát csak onnan nem fogom elérni, szívem, az a gond. Jó, szuper. Mindezet hívás, hogy tettük, nem oké. Jó van, köszönöm szépen, láttam. Kellett itt még valamit állítani? Nem. Várjál, a leszorító erőt, amit mondtál nekem, amit nagyon fontos. Igen. RT, melyik az az RT, bazd meg? Downforce. Milyen? Increased downforce. Igen. Jó. Na várja, hol kellett itt állítanom? Jó, van, megvan, akkor én megyek ki. Menjél. Drive out.
Na, megnézzünk egy kört, meghallgatom, hogy hogy fog szólni a dolog. Az már első még... az csak felvezetőkör, ugye? Igen, felvezető. Csak rá kell jönnöm még itt a dolgok nyitjára. De el kell találnom itt a hangokat. Na, dadol azt egy kicsit. Ú, a mikrofon nagyon szar helyen van, bassza meg. Hát szerintem jó lesz. Szerintem amúgy is kevesebbet fogok kuruttyolni. Hat és fél körre elegendő üzemanyagunk van. A mikrofon az kurva szar helyen van most nekem. Ja, hogy gyerekek, neked? Bassza meg ezen, hogy korrigáljak, aha. Egy picikét így félre vonulok. Nekem így jó, csak így meg rohadt közel lesz hozzá a mikrofon, de mindegy. Így nem vagyok hangos neked, vackom? Nem, egyelőre jó. Jó, már csak kibaszott közel van hozzá a mikrofon. Csak azért kérdezem, mert nekem most rohadtul útba volt a kormánnyal. Én most, oldalra tettem most, a mikrofon, nem magam elé. Most nincs útba, én is tegyem úgy. Fordítsd magad felé ezt a mikrofon lófaszt. Ugyanúgy fog hallani, csak nem takarja ki az arcot. Na, megyek gyors körre addig. Mert már gyors körön vagyok, csak azért szólok. Csak azért, mert most gyors körön vagyok. Kijöttek elém. A haverod. Ki, Okon? Verstappen. Verstappen, a haverom? Nem tudok gyors kört menni, mert Verstappen itt a iskodik előttem. Jaj, de szépen bevettem! Az S alakú kanyart. Vagy pont előttem akkor. Igen, jó, hát én nem körön vagyok. Ez az Verstappen, szívd ki az összes monyamot. Úgy, ahogy van. Nézd meg, kibaszik mindenkit, Gaslyt mindenkit. Jó van, fiam. Megeszed a monyam. 11. helyre tudtam fölcsapódni. Gyorsan átnyomom Lean-re, akkor megyek ki a boxba. Hanyadik helyen vagy, Bacskom? 12. te az utolsó. Ez az... Jó van, üssetek milyen ki még korán. Milyen 12. Hát a Q2-be még bejutunk. Nézd meg, bazd, kilökött mindegyik, geci. Hát én ezt nem hiszem el, bazd meg. Nem hiszem el. Ja, most nincs a hologram, most azt kinyomtad, mi? Igen. Kicikázik el, nézi, hátam mögött. Abbé mindenki. Bassza meg, azt inkább belengedem azt. Na, hogy kapjak valami büntetést. Most hú, gyors körömben. Így, bassza meg, félek, inkább belengedem. Elengedtem Raikkonent. Elengedtem, mielőtt nekem jönne, azt tudod, kapnám a büntetést. Meg jól tudjuk indítani? Már mi van? Kaosz. Úgy, de szeretnél indítani? Szevasz, Colby. Hol indíthatjuk? Még nem telt el annyi sok idő. Nem. Lépjek ki akkor? Jó. Jaja. Na, hogy tegyem a mikrofont? Ajánlotta nekem valamit, így lentre teszem. Várjál, már így is jó, ha így van lent nekem.
Én nekem oldalt van a fejem mellett. Oldalt a fejed mellett, na várjál. Mindjárt megoldom én is úgy, hogy oldalt legyen a fejem mellett. Küldtem neked meg hívót is. Vagy akkor megfordítom a mikit. Elküldtem arra meg hívót. Így is lehet hallani, lackom? Még jobban, mint előtte. Várjál, és így nem is zavar. Na. Jó, elküldted. Én már fogadom el. Jobban, csak nekem először nagyon útba volt, mert nagyon úgy tettem magamnak, hogy... Útba volt nagyon. Na jó, akkor kezdhetjük újból. Aha. Megyek, akkor benyomtam. Megyek, hogy nézem a csopit, fú, hallod, majd hívásba elmeséled. Ja persze, elmesélem. Én ott voltam. Milyen csopit? Miről van szó ma megint? Jaj, megint ez a kettő hülye srác, aki nálam is betévedett, mint tavaly. Bejöttek Szabihoz ma. Na ezért mondtam, hogy inkább moderálkodok ott, mert mondom, múltkor is volt valami gondja. Jaj. És ott voltam el, hogy ma ugye ott én vagyok az egyedüli, akiben bízik. Hogy szabadon engedj, amit csináltok. Szóval Ágit is bannoltam, azért se szólt semmit. Arab dolog? Az köszönheti Anettnak, hogy szólt, hogy húha, hát itt van az Ági. Akkor pont nem figyeltem. Csak arra figyelj, lackom, ha meglátsz egy Jexiv 500-at, akkor az bannolt ki, annyit kérek tőled, köszönöm. Nem, én nem tudok bannolni, nem vagyok moderátor nálad. De nálad. A te streamed. Jaj, én nem streamelek. Mondtam, hogy én nem streamelem. De nem, hogyha majd streamelsz. Jaj, hát tudod, hogy nálam automatikusan kibaszós van. Tudom. Azért én mondom, aztán észreveszem, hogy valami balfasz van ott, akkor én nekiugrok, mint Tóth az anyja valagalnak. Itt egy HS person. Ciao, ciao, ciao. Később jövő testvérem, most grillezünk, ugye? Nem lesz netem. Jó van. Nem hiszem el, baszd meg, ma megint összekeverte. Mit kevert össze? Mit kevert össze, laszkom? Mindegy, tudod? Addig engedjük el. Iszok egy pár sört, azt nyugton lesz. Elbaszta a beállításokat, megint a park fermé. Úgyhogy mostantól leszarom. Addig sziasztok, imádok mindenkit. Mi is téged, szia-szia. Én a Forma 1-et imádom, a 18-est. Én is. De púpa haltamra. De azt mondják, hogy amúgy a 22-esben most néztem egy csávot YouTube-on élőbe, nem régiben. Én ütkáltam neki, hogy van a üzemanyag elosztás, mert nem tudtam kiigazodni. Meg ugye én próbálgattam a 22-est így gyakorolgatni is, de... Ott a üzemanyag elosztás az tök jó meg van oldva. Szóval nem fogysz ki. Na akkor hagyjuk így, megyünk így. Menjünk így, ma leszerem. Az a baj, hogy nem tudom, milyen beállítást baszott el neked. Downforce. Right. I'll get these changes made. Igen, én nekem azt nem állította a jó gyerek. Na, mert ott át? Nem. Én voltam a fasz, mert rányomtam a indításra. És a park fermé szerint, ahogy te elindulta. Ja, úgy mész egész végig. Igen. Ó, bazd meg, hát akkor meg nem... Akkor indítsuk újra, csak ne felejtsd el. Nem indítsuk. Jó, ez én ma így kikillódom, leszárom. Lackom, ügyes vagy te. Fog az menni. Én ettől nem félek. Na, gyors köröm vagyok. Figyelj, 25%-os, amit nyomtunk Hungaroringen, vagy nem tudom, akkor itt volt. Akkor úgy nyomtam. Balanszom. A tényleg az, hogy legyünk bent legalább a Q2-ben. Áll. Most menjünk Lee-men. Még csak a fölvezető kör.
bazd meg. Ez faszán rámentem arra. Az igen. Oda szartam a jordalra. Azt a lackó, mi a fasz műveltél? Hát mondom én, hogy nyújt előni. A eső, mi a fasz? Lackom, hatalmas GG. Mondtam én, hogy meg most... tudod te csinálni. Nem kell ehhez még két sör. Na, én maxba nyomom. DRS. Mehet a gyors köröm. Annyi üzemanyagom, hogy elmenjek még egyre. Talán. De ma nem. Én nem tudom, hogy nem egyébként fogok, de ha most 11-nél jobb leszek, akkor megérte újraindítani. Mindenképp jobb leszel. Neked is ugyanolyan köreid voltak, mint nekem. Szinte szavazadra pontosan ugyanolyan köröket mentünk. Csak te bizonyos részeken vagy gyorsabb. Jó lesz. Róban kimentem egy picit érdene, de ez még nem nagyon. Ebből még nem nagyon vesztettem. Max csak egy-két ezredet. Meglátjuk a negyediknek. Ja, amúgy sziasztok emberek. Itt a cseten látnak titeket. Nagyjából. Elfelejtettem köszönni. Csókoltatok mindenkit, itt Draginek a streamjébe. Megpróbáljuk a szenvedést. Ja, 9. De még egy gyors közt be tudok húzni. Ma nyomjad? Addig nem szólok. Tizedik. Egy 20-50, hát hol rontottál ennyit? Á, nem tudom, hol rontottam ennyit. Ma nem mész még egyre, mi? Már nem, már fuelem sincs. Most már lassú módon megyek. 12. Ui, benne leszek még a izéba? Egy 20-as idővel nem hiszem. 13. Á! Ezzel menned kell még egyet. Egy 20-assal nem hiszem. Bassza, meg engedjem el őket, mert végén még büntetést kapok. Ja igen, mert most nincs ez a röntgen autó. Jó, elengedtem. Te is gyere nyugodtan. Csak a gumiaidra vigyázz. A barma ezzel nem mész ki, gondolom. Á! Lackó, mennyi idő még bejutok szerinted a boxba? Én, mi történt? Na, olyan. Kifogyott az üzemanyagod? Aha, de nagyon lassú. Na, most gyorsul. Hány kört mentél, hogy így leeresztette az üzemanyagod, Getz? Én csak lefékezek, mert nem akarok büntetőt, hanem jönnek a többiek.
Menjél már be akarom menni azt a kanyart. Kettő gyorskört, mert egyet leanen, meg kettő gyorskört. Így vesz meg. Jönnek, jönnek, vigyázz. Oké, elengedtem. Ilyen fasságért kapni büntetést, nem örülnénk. Én sem örültem. Jó, menjél csak, nyugodtan vettel. Itt most erre kell vigyáznom nagyon, hogy engedjem el őket. Ó, még ide ki is jövök. Ti, ez lesz a leggyorsabb köröd. Szerintem is. Figyelj, már 1.30-al rosszabb vagyok. Ugye, 2 perc 35. Hát hallod, még a Formula 3-asok beérnek izé egy perc 50 másodpercenet. Amúgy a csajoknak a V-Series-be Forma 2-es kocsijuk van amúgy. Jaj! Jaj, az közel volt. Meg! Hú, ugye nem értem. Mekkora büntetést kaptam volna. Meghúztad? Hamilton bácsi, majdnem ráhúztam. Ott nézem a kis képernyődön. Észre sem vettem. Na, van még 8 perc a futamból. 13. Hogy állunk, nagyon nem kell. Hát neked, Dragi, menned kell. Hát ezt menni kell, vagy már kiesek már Q1-be. Ez nem mese. 8 perc van? Hát figyelj, akkor még tudok még nyomni. Én szerintem most spórolok a gumival. Hagyom a Q2-re vagy a 3-ra. Vagy meglátom. Na most ez nagyon összejött ez a kör. 1,11 másodpercre vagyok Alonzótól. Úgyhogy a seggem is a csipta. 13 harmadik vagyok. Nem sokkal van. Neked minimum egy 1.19 feles időt kell menned. 1.19.8. Körülbelül ilyen időt kellene menned. Az a minimum, szerintem. Akkor hojrá. 3 másodpercet késik a stream amúgy. Úgyhogy elég jó. Az a legjobb állítólag. 2-3 másodperc. Késés. Na figyelj. 50. Streambe 53. Van a 3 másodperc a késés. Az kurva jó. Akkor nem lesz Jalski. Na jó van akkor. Adjál neki, Dragi. Első vagy még? Ha, igen. Ez a leggyorsabb időm szerintem, amit hát, valaha mentem. Ez nagyon úgyhogy jó, ezt nem tudom. Na most tudod, mit csináltak a srácok? Majdnem 1.17 alá ment. Nem is tudom, mennyi volt a legjobb kör. Most nem tudom, mert nem láttam. De jó volt az időmérő. Csak érdekes volt inkább. Közben nézdünk a kis képernyőn is. Hát a kis felvezetőkkel. Limbe. Tehát tudok menni 2 gyorsat. Csak 50... 5 perc, 50 másodperced van, úgyhogy úgy szól majd. Abba belefér még 2 kör. Csak a gumiaidra vigyázz, hogy nem masszol még a fölvezetőn is a rázókövekre. A rázókövekre ott megyek rá, ahol nagyon muszáj. Ja. Fölvezetőn nem kell. A versenyen nyomjad ki az év rázóköveket, de a fölvezetőn vigyázz arra rájuk. Nyolcan vattok a pályán, úgyhogy elvileg nem olyan sűrű a forgalom. Nem annyira sűrű.
11. Egy, 20, 3, menj még egyet. Hogy alt és nyomhatod is magad limbe. Már le vagyok maradva már 7000 ember. Nem nyomtam itt jól a gázt. Ez már úgysem nem lesz gyors, köszönöm, hogy megyek a boxba. Meg már úgyis üzemanyag 28. Igen. Ma a körbe se fogsz tudni menni. Lehet, hogy egy gyors cserébe még belefér. És egy gyors kivezető. Ez még talán kiadja. Csak gyorsan mindjárt indítsd is újra. Vagy a kivezetőrött is elért. Egy 20-3-99. A középső szektorod volt a leggyorsabb, de most már nem, ahogy látom. Alonso javított, Okonnal együtt. Jó, hát már nem fog tudni kimenni, mivel visszadobták a kocsiba. Most dobták vissza. Muszáj lesz. Ma nyomd is. Leanbe baszd ki a üzemanyagot, de úgy nyomjad padlón, hogy leanbe. Igen. A célegyenesben még tekert föl, azt még kiadj. Ma nem. Azért ha még a boxba vagy, akkor nem. Én mondom, most kerültem be a boxba. Bassza meg. 10 másodperce. Jó van, nézem az időt. Én is azt lesem. 15. 1.24, 1.24, 1.23. Igen. 1.19 alá kellett volna bemenned, hogy azt mondjad, hogy fasza. Neked meg 1.18, 4.43. Reméljük, hogy kiadja, baszki. Szerintem most mindenki kint van, 13-an vannak kint. Ocon, Verstappen, Charles, Kevin Magnussen, Hülkenberg. Ha már 12-dik vagyok. Na, hogy adta ki? Mondd, hogy bent vagy. 15! Ez az! Kurva anyukat! Bent vagyok a Q2-be! Épp hogy! Hú! Bazd meg! Azt láttam, hogy végén leugrottam 12-ről, utána láttam, hogy 2-t vagy 3-at megugrottam. Kiesett Van Dorn, Schlitkon, Lance Stroll, Kimi Räikkönen és Hamilton is kiesett. Oha! Jó helyen vannak. Akkor mehetünk a következőre. Vaxó, Fettel, Alonso, Verstappen, Ocon, Leclerc, Hartley, Hülkenberg, Perez, Sainz, Bottas, Magnussen, Ericsson meg Gasly. Jaj, Viviék mentek ezért grillezni? Aha, grillezni mentek. Azt a mindeni... A kereszt szüleihez mentek? Jaj. Keresztanyjához. Estére vagy hajnal jönnek haza. Hát, hogy addig mink is itt leszünk. Session info, no. Na most kezdjük. A gumiaimat. Én szerintem használom még a használtakat. Én használom azt, amit most
Használom a használatokat? Én egy biztonsági kört megyek a használt gumin. Én úgy döntöttem. Én is. Amit legelőször használtam, mi? Igen. Így az, hogy annyira nincs is elkopva. Csak jó, két kört mentem rá. Megyek én is azzal. Viszont nézd a különbséget a kettő között, hogy te mennyi időt veszthetsz, mert te több köröket menti. Az első... Várjál. Az első, amiben mentem, az plusz 0,451, a másik meg plusz 0,380. Akkor ne sokat veszítsél a nullától, tudod? Ha mínuszban van, akkor az jó, fasz a minden. Akkor gyorsabb az a gumi annyival. Ma a harmadik gumim a Ultrasoft, ami mentem utoljára. Vagy nem, azon nem is mentem. Szóval inkább használom a használtakat egyelőre, nem? Én is azon vagyok. Egy biztonsági kört kell mennem. Bár azt sem tudom, hogy az első kört, hogy a picsába mentem le olyan gyorsan. Hát azaz, ezt én sem tudom. Nézzük, hogy adja ki. Ma azért nehéz pálya ez a Hungaroring, szóval. Hú, ez brutálisan nehéz. Nem egy könnyű. Ez a komplet verseny, ez úgy ki fog forrasztani, apa, mind a kettőnket, hogy még hát... a tökömről is kurogni fog a víz. Isten bizony. Hát, azt mindjárt gondoltam. Én ma látom előre, mi lesz ennek a vége. Csutkarra leszek izzadva. Jaj, bezd meg. Most basztam szét a gumikat. Valaki ma mögöttem lébetyöl. Ott maradja magadnak hátul. Most megy a profi. Lackó, maradj hátul, most itt jön a profi. Hát, nekem nagy szerencse kell hozzá, hogy bejussak a Q3-ba. Hát te végig izé billentyűzetei játszottad, nem? Igen. Akkor azért fura neked. Pedig így is jól megy, mert így is érzem. Csak gyorsabban kell rátapostam a gázra, érted? Megyek egy mért követ. Píj, bazd meg! Hogy rohadnál meg, bazd meg, hogy előttem vagy hülkembek. Jó van, meg neki is megyek. Remélem kaptam büntetést. Hogy megyek használt gubikon ilyen időt? Mi a fasz? Meg remélem kaptam büntetést. Mi van, hagymásbabot ettem, vagy mi a fasz? Azt a kurva! Ackom, veled mi a fasz történt? Én nem tudom, mondom, hogy valami futóbabot ettem, vagy valami most. Használt gumikon mentem jobb időt, mint az első körbe, bazd. Egy 18 valamennyiket megyek, bazd meg. Valaki jön mögöttem piros autóval, az nem te vagy, gondolom. Nop. Áha! 1.21-es kör. Lófasz. Szálljuk be, bazd meg, mert itt vannak előttem ezek a mocskos buzik. Elmentek még egy körre? Elmentem még egy körre. Én most megmutatom nektek. Passzol egyet az asztalra. Engem ne előzgessé.
azt, hogy miért nem lehet skippelni, bazd meg. Edge 24-3-3. Nem tudom, hol vesztesz annyit, baszki. Meg kell nézni, hogy hol vesztek annyit. Nekem még mindig az autót bassza, oké, nem tudom, mit csinálnak. Meg elfutottam kimenni, de nem mentem a bot. Ja, már az el... Már az el lett basszva. Jó. 1.18, 3.9, 3.79. A használt gumikon. Várj, hol van a te időd? Jajjaj. 13. hely. Első szektor 28-0. Ott vesztesz legalább 3 tizedet az első szektorba. A második szektort már, ha jól megcsinálod, nagyjából adnak. Sőt, talán a 5. legjobban vetted a második középső szektort. A harmadik szektorba vesztesz még 2 tizedet, jó fél másodpercet, a első meg a harmadik szektorba vesztesz. Tehát a utolsóba, ott mindenki gyorsabb nálad. 23.2-es a te időd a utolsó szektorba. Az én időm meg az utolsó szektorba 22.3. Többieknek 22.6, 22.7. Bő egy másodpercet tudok rád verni a hátsó szakaszba. Én legalábbis ott. Te első meg a hátsóba vesztes sokat. Megint kifagyott a üzemanyagod? Uh-huh. Hát már első gyorsan nem tudtam megcsinálni, mert elém jött Bottas. Úgyhogy nagyon jól megcsináltam. Ja. Szerintem gumicsere. Cserélj gumit, az zsatar ki. Még van 6 perced, ebből még simán kiadja 2 gyorskört. Átmegyek a másikra, beáldozom azt is. Leszarom. Keménynek kell lennem, hogy megjön a Q3. Bizony. Van 2 köröm akkor. Mennyi? 8 perc van még? 6 perc van. Úgyhogy még kimész, egy fölvezető, meg 2 gyors kör, azt utána amen. Most nézem a gumikat, hogyha most volt a négy gumira, másikra újra, vadonat újra. Mínusz 0,87. Majdnem egy másodperc nyerni. Azt a új gumi, egy másodperc. Akkor megyek azzal. Lackó, most újra fogom tolni, mint a rohadás. Na most nem fognak velem ezek szarozni, és ha valaki előttem lesz, akkor ezt földhöz fogom. Ketten vannak kint a pálya, most kell kimenned. Ketten? Ketten vannak kint a pajon, hogy húzd bele. Akkor mehet. Gyerünk. Először is nyomunk egy B betűt. Oké, lénbe megyünk. Fölvezető kör. Megötted jön ez a majom okon, arra vigyázza. Jó, bazdmeg. Mert ma tolakodik azzal a rózsaszín okadékkal. Ne foglalkozz vele, csak nyomjad. Lénbe padlóga azon ugyanúgy. Most ma ne szarozz. Érezd rá. Én addig elszívok egy gyors cigit. Innen majd figyel. Oké. Okay. Szorítok. Köszi, lackom. Mm.
Bassza meg! Majd a második körbe megtalom. Gyorsan átnyomom Linbe. Próbáld meg szélesebbre venni a kanyarokat, főleg az elsőt. Jó húzódj ki a bizére az ókőhöz, és onnan húzd be az autót. Túl szűken akarod venni a kanyarokat. Igen? Nagyobb ívbe próbáld meg bevenni. A külsőre azok köveket használ. Hát, ez nem az én napom volt. Nem tudok javítani. Okay, someone's just posted a faster time. You've been dropped to the 7th row, P13. Én megpróbáltam mindent. Szóval ez így ennyi. Nekem ez nem adta. Pedig billentyűzetet is ugyanígy toltam. Ugyanígy vettem össze a spanyol. Úgyhogy ez box, ennyi volt. 13. hely. Sorry. Megpróbáltam, amit meg kellett. Az első kanyart, azt utára mondom. Azt neked valahol, azt én sem szeretem. Én izé, jóval szélesebben veszem, hogy jó kimegyek a szélire, és onnan húzom rá hirtelen, hogy jó legyen a kigyorsításom. Azért mondtam, hogy engedd ki az autót a rázókőre, és onnan ritmusba húz be, és onnan, ha ma egyenesbe vagy, még a kanyarívbe vagy, de ma te egyenesen mész, jó kigyorsítani. Jaja. So far our fastest lap is a 1:20. A másik gumban minusz 0,004. Másik kamrá húzva lennék. Hát a mai nap úgyse sikerült annyira a Red Bullosoknak, szóval. Lehet, hogy nem fekszik nekik a pohaja. Nem, a Verstappen nem tudott izét menni sajnos. Motorhiba. Az, hogy nem láttam, csak Fater mondta telefonba, hogy mi van. Na, bekerültünk? Remélem bekerültünk mind a ketten. Ja, én nem kerültem be sajnos. 13. Jaj, tényleg, mert ez ma a Q2, bassza meg. Mert úgy volt, hogy Jackónak 11. hely sikerült. Úgyhogy ő kiesett a Q2-be. Verstappen bejutott a Q3-ba, de motorhiba miatt nem tudott menni olyan kört, úgyhogy 10. lett. Úgyhogy neki kemény menet lesz holnap. Hány perces a Q3? 10 perces? A Q3 az... ja, 10 perces. Akkor megyek még egyet a használaton. Tudlak nézni? Közben? Igen. Ki tudott tenni nagy képre. Figyelj, attól még, hogy 13. vagyok, dobogós helyet is be tudom húzni akár. Igen, neked van gumiválasztásod. Te szabadon tudod választani a gumikat, ez csak idéntől van, hogy izé, hogy... amivel a leggyorsabb körödet mented. Ja, várjál, itt tudlak biztos... nézni? Na, ha? Hogy? Na, várja. Ja, itt van spectator ez. Mód. Ma megyek is ki. Speeder, Lackó. Igen. Spectét. Vissza, de nem látlak. Nagyobb bajom úgy, hogy kitört az egyik lába ezének, a kormányomnak. Vagyis nem a kormányomnak, hanem alványnak. És billeg jobbra-balra. Ó. Úgyhogy eléggé billegős a dolog, úgyhogy még a kézzel nem elég, hogy kormányoznom kell.
még tartanom kell egyenesen a halványt. Hát igen. Nem baj, legalább a Q1-ből nem estem ki. De az lett volna szép, a Q1-ből kiesek 16-nak. Mert figyeld, hogy én hogy megyek a pályán. Most nem biztos, hogy jó kört fogok menni. Ez a fölvezető köröd. De nézem. Igen. Szóval itt vagy. Tedd be belső nézetbe. Azt nem tudom, hogy kell. Ilyet nem mondjál. Jaj. Mely a spectator mód? Kamera type. Várjál. TV pod? Így? Igen. Jó, akkor így nézzük a karackotnak. Nézem, hogy veszed a... Hát itt kimentél. Ez még csak a fölvezető. A rázókőre. Jó. Most csak készítem a dolgokat. Éjjj! Ugye a kicsi fehér kis rázókő? Így rohagyjon? Az igaz. Azokat utálom a legjobban. Ezeket a kis fehéreket. Na, megyek neki. Na, gyerünk. Na, azt akartam mondani, hogy a csajokhoz Forma 2-es kocsival mennek amúgy. Láttad a kanyát? Láttam rám, úgy ki... kihúztad és rámenti a rázókőre. Jó, ezt én is így szoktam bevenni, csak ott a rázókőre nem szoktam rámenni. Ezt olyan srihen be tudom menni, ezt a... hát... Majdnem így. Ezt a kanyart utálom még a legjobban. Mindig kicsúszik a fara. Igen, meg ott az a hülye kis pici rázókő, a fehér kis bizbusz. Amitől megdobja magát a kocsi. Ez nem volt egy jó kör. Ha nem, mert... Carlos Sainz, 1.19.7.54. Mennyit ment? 1.19.7.54. Okon. Ezt még meg... 1.19.8.79. Azt a milyen kört menté, baszki? Tuti, na még egyet. 1.18.0.19. Jaj, így tolod meg, aha. Jó van, akkor nekem is így kéne rámenjek. Na, ezt egy kicsikét... Az nem volt kicsikét lassú, de az egy kanyar. El is vesztettem rajta. Azért mondom, hogy kicsikét lassúnak éreztem azt a kanyar. Na, de így kb. Legalább tudom nézni, hogy kéne menjek. Mármint a versenyen persze, hogy... De ott valószínű úgy fogok menni, hogy tudjak előzni is. Csak vigyázni kell, hogy a hátam mögött hogy vannak, mert... Az a gáz, hogy nem tudom melyik izé gombbal tudok hátra nézni. Én beállítottam külön. Az hogy? Az... Na várjál, mert az... Hátsó gombra állítottam rá. Nekem az nem tudom melyik, szóval... Azt a kurva! Még javítottam az időmön. Hát ugyanúgy 1.18.0.17, csak pár lisz jelzetet. Aha, sok helyen elbetliztem. Komoly. Szerintem ezzel már bent leszel az első helyen. Max második. Hát ha első sorból indulok, az is jó. Ha a másodikból még az is belefér. Persze, első négy hely az fasza. De most bennem van, hogy még be tudok menni egy 18 alá is, de figyeld meg, a versenyen, amikor ma forgalom lesz, mindenki ki fog ütni a picsába. Igen. Ettől félek. Azért mondom, hiába indulsz te első helyről, akármi lehet. Én ezt a S-kanyart, ezt nem tudom olyan faszom benyalatni. Én azt jól tudom benyalni amúgy. Itt nem tudom, mit szoktam elszúrni az izénnel. Itt nem is veszed el a gazt. Itt a ritmust, hogy itt ne fékelj. Hol?
Itt, ahol most alatt mentem elő, ott ne fékelj. Csak neutralba. Itt meg ma a kanyar közepén, ma nyomom a gazt én is. Na tényleg ne fékeljek, hanem menjek, nyomassam. Meg gurítsd ott az autót. Na bazd meg, csak mindig fékeztem. Hát akkor, hát ezt mondtattad volna hamarabb is. Jó, hát ez... Á, mindegy, nem baj. Jaj, nem mentem ki a boxba, hülye! Na... Fordulj vissza, hogy én csinálom. Hát ez én a fekete-fehér zászló. Én azt nem csinálom meg. Aha, már kitiltás. De én megcsináltam, visszamentem egy tíz pillanat. Nem kaptam itt a semmit szerencsére. Úgy tettem, mint aki mentem volna a pályára, azt még jöntem a boxba. De az, amikor Hamiltonnal majdnem ütköztem. Hát szép volt. Most arra figyelj, hogy engedd el a többieket, ha vannak. Figyelek én rájuk. Most nem látom a kis térképet sajnos. Én látom, még egyelőre nincsen senki. Csak az a baj, hogy ezzel magamtól veszek el időt. Igen. Mert most pont a célegyenésbe fagyott ki a üzemanyagom. Igen, ma úgy kell csinálni, hogy először mész egyet línen, utána utolsó kanyarba átcsapod izére, maxra. Én meg volt, csak én ma a harmadik kört megyek, ami elvileg két kör után ma le kellene vennem a üzemanyagot. Igen, és gyors kör. Én és utána megvan, véletlen tovább mentem. És ha megvan a gyors kör, akkor vagy standard, vagy lényes, akkor fix, hogy át tudsz menni, és be a boxba. Csak hát véletlenül már túlmentél. Sőt, nagyon igen, csak az a baj, hogy ez plusz még egy kör ezeken a gumikon, és ezen kell rajtolnom. Ez itt a gond. Na bakker! De jó, hogy én csak ezt... De én is, ezt kétszer csináltam. Mindig nem mentem két volna el a második körre, akkor már jó jártam volna. Igen. Csak az a baj, hogy most lehet, hogy csinálok egy húzást. El fogom baszni a harmadik izéli lagykeveréket, ha még lesz időm rá. Hát figyelj, van még 4 perc, még kiteszek téged a boxba, lesz már 3 perc. Még kijössz, lesz 2,5 perc. Csak ahhoz jó időt kell mennem. Tudod? Hát meg a felvezetőkört legalább minimum megcsinálod, mert ha úgy találsz be, hogy csak a felvezetőkör, akkor buktad. Én attól izélek, hogy el fogom használni a kört, el lesz használva az utolsó ultralagyam is. De mondom, szerintem fölösleges, mert első leszel szerintem, hát nézd meg. Alonso az 1.18, mennyi az? 9.66? Igen, csak mondom, hogy a gumival leszek bajba. Ja, hát azzal mondta, azzal én is bajba leszek. Kettő ha nem megyek most egy gyorsabb kört, akkor ezeken a gumikon fog kellenem rajtolni. És egy körrel, vagy lehet, hogy két körrel korábban ki kell jönnöm kereket cserélni. Uh-huh. Tudod, engem az idegesít. Vagy hagyom a picsába, kimegyek korábban, ha első 4-5 kört kibírja nekem ez a gumi, akkor ma jó, azt utána majd a stratégiával majd eljátszogatok. Viszont egy valamitől félek. Hogyha én fölbasztam a hard gumit, hogy ez mennyire fog csúszkolni. Ja, keményt? Mhm. Uh-huh. Ó, bazd meg, azt ne is mond. De nekem nincs is hard, nekem softon van. Nincsen hardod? Mhm. Állj, baszki, most mit csináljak? De a versenyre van egy medium, egy soft. Ja, a versenyre egy igen. Meg van két ultra softom, meg egy még... Hát, egy medium, két soft, két ultra softom marad. Rendes. Bassza meg. Nem tudom. Hát ezt én sem. Versenyre, hogy hogy a picsába oldom meg, azt fogalmam sincs. Hello, Szabikám. És a softon ma nem is tud... Csőcsizi! Meg ma nem is tudok kimenni. Habár még 2 perc van. Hát akkor hajrá, Lackó. Mindegy, majd a versenyen. Elég hosszú lesz a verseny. Ha ne tudom, valamit bebetlizünk, és újra kell indítani, akkor ma csak ilyen one shot. Ja, persze. Már ma így is fél 10 van. Vagy fél 11 lesz, bocsánat. Ja, mire végzünk lesz. És még előttünk van másfél óra. Igen. Hát kíváncsi ezek 13. helyről, hogy rakom magamat föl, vagy hát, az én időm az tuti, hogy oda basz. Hát,
Az biztos, de szerintem a verseny közben nem lesznek ilyen idők. Nem, a verseny közben én a hátul fogok kullogni, figyeld meg. Tényleg itt a Safi, szia Safi. Most nézem. Itt volt, köszöntem én is. Ja, itt volt ő is, de hát akkor köszöntem. Jó, mert már sem tudom mit mondtam, mert már izzadok. Érted, előbb Szandinak mondom, amikor felkeltem az ágyba, hogy há, fázok meg minden. Most beleültem a versenybe, már izzadok. Szabikám, azt a rohadt mindenit! Hát nagyon igen. Szépen köszönöm ezt a baszó 500-ast. Jézusom! A nitróra! Hú, hát 13. helyről. Csak sikerül, csak hát most, ezt kb. Most úgy végeztem, mint a mostani időmérőn a Red Bullosok. A Verstappennek motorhiba, de ott volt a Q3-ba, de hát nem ért semmit, mert 10. hely. Jacko meg kiesett a izébe, a Q2-be. 11. helyen, szóval. Egymás mellől indulnak. Egymás mellől indulnak. Na te íma, te kurva idő. Akkor tudod, hogy ki volt ki rajtól az első helyen? Tudom. Hát én nagyon meglepődtem rajta, hogy azt a rohadt Russell. Én is. Jézus, és mögötte a két izé? Ferrari. Az az ilyen kicsikét merész a Russell-től, amikor majd elkezdődik a holnapi futam. Csak Russell kurva jól tud izé védekezni, meg minden, úgyhogy hát azt láttuk, amikor Jackóval izé küzdött a francián. Igen, az a röhögtem is. Bazd meg, az nagyon meredek volt. De fogamat csikorgattam már, bazd meg, hogy azt a rohadt, hogy lehet így védekezni, mondom. De ilyen sok körte. Jézusom, Szabikám, meg lett a 25 000-es ikonod, most nézem. Óha. Jézus, atya már. Granulálok. Na, dragi, mit szeretnél? Pisi szünet? Hát, most jó lenne egy pipi szünet. Ah, tényleg meg lett a 25 000-es neked. Pipi szünet. Nem, hogy okézol valamit, gondolkoznunk kell a stratégión. Meg hogy hány körös első leszel lettél. A szak. Hát annyi volt, hogy Bottas megelőzte Fernando Alonsót. Én abban nem hát, bízok, hogy ezért vagy első helyen itt végül. Nekem a stratégia nagyon kell gondolkoznom, mert 13. helyről indulok, szóval. A hatraesés mindig izé benne van nekünk. De mindig hatraesünk. Hát, az mindig benne van. 70 kör, bazd meg! Azt a kurva! Hungaroring. És tudod, mi van kírva a Hungaroringre? Hogy nehéz pálya. Igen, nehéz tudom. Nehéz is, mert nehezebb, mint a francia, azt most be kell, hogy valljam. 31 kör a szoftokon? Azt esélytelen. Ez nem jó. Itt gyors alítgatás lesz. Mit nem néztél, Szabi? Azt mondja, vagy két kiállás, 12 és 41. kör. 41. Bizony. 30 kört kell menjek izén? Softon. Hát ez majdnem 30-at. Azért a teljesítmény az úgy lemegy. A három kiállás. Nem tudom. Van ott egy ultra softom. De figyelj, már nézzél már az üzemanyagra. Igen, tudom. 70.1. Az egy kicsikét durva, nem? A többi mind volt, cucc. 90 valahány kilón volt, mindegy 105 fúlos. Komoly. Jó van, nézzük ezt a stratégit. Igen. Ezen izzadok most én is. Na bazd meg, de attól függ, hogy a többiek hogy mennek ki. Már azért ez így most nem mindegy. És igen, nekem nincsen médium gumim, lackó. Most azon gondolkozzak, ezek a hülyék mikor fognak kimenni. Mert most úgy vagyok, hogy 12. körnél jövök ki, ultra softal ugye.
De ha 13. helyen jövök, akkor nyerek egy 5 izét, 0,498-at. Ha a 14. körön jövök, akkor 0,651. Ha a 15. körön, akkor 0,464. És azon gondolkozok, hogy a 14. vagy a 15. körbe jöjjek ki. Ma akkor viszont a soft az meg tovább fogja bírni. Nekem a 9. be kell kijönnöm. Ó, bassza meg. Én most a két kiállásoson próbálkozok. Én is. Nincs jobb ötletem. Nekem sincs. Na várjál, átnyomom így. És megnézzük, hogy... Aha. Jó, ezt elkureszoltam. Jajajaj. Így. Így. De akkor mindenhol nyerek 651-et. Nekem az lenne a legjobb. De van médium keverékem. Médiumod van csak. Így 12-t veszek vele. 12 másodperc. Hülye. Nem mondod, teli tankom van, nem tudok levenni. Nem tudsz levenni, teli tank. Lackom, ez teli. Nekem ez a legjobb beállítás, szóval a 14. kör meg 41. Nekem is föl kell írni, baszki, hol van a izéme? Teknim. Úgy vagy hasonló. Én is leírom, 14, 41. Te melyik körbe jössz ki? 14 meg 41. Én a 8-ba. 8. és a második? A másodszorra meg... Várja. A 34-be jövök ki, utána 59-be, és utána annyi. Három kiállásos választod? Igen, mindenképp. Ez gumigyilkos ez a pálya. Szerinted a soft az kibír nekem? Ú, bassza meg, az utolsó az 29 kört kell kibírni, a másikon meg 27-et. Mondja, hogy... Nagy gondolkodás, de megnézem ezt is. Így, ezen nem tudok változtatni. Na, Vagy pedig második stratégiám, ultrasoft tom vagyok, 11. körön kijövök, még egy ultrasoft, megyek vele 10 kört, 21. körbe kijövök softért, 44. körbe cserélek másik softra. Szerinted melyik stratégia a jobb? Ja, most én is állítom magamnak. Na most így ezt a kettőt tudtam így belőni. Ha nézzél rá a streamre, vagy... Nem tudom, látod-e? Már is. Csak én írok közben itt a dolgokat. Oké. Még verseny közben is tudjak valamit csinálni. Persze, azért leírtam én is magamnak, de leírom mind a kettőt. No, én nekem megvan. Kiálláson gondolkozok. Na, hol a streamed, mutasd. Na, itt vagyok. Nyisd meg azért a stratégiót. Na, ugye van a két kiállásos, és itt néztem, hogy itt 651-et tudok kihozni, itt is, meg itt is. Szóval a 14. körön cserélnem kell softra, meg 41. körbe, és ultrasofton megyek 14 kört az elején. A másik ez két kiállásos? Igen, a másik stratégia, meg az, hogy ultrasofton megyek 11 kört, ultrasofton megyek 10 kört, softon 23-at és softon 26-ot. Fölcseréled, hogy a utolsó etapra hagyod a ultrasoftokat, akkor lehet, hogy működni fog. Csak az a baj, hogy neked 6 óról kell jönni, és neked föl kell harcolni magad, nem hiába adja a stratégiót. A igen. Két szoftosat. Ja, most az a gond, hogy most a két szoftos kéne választanom, vagy az egy szoftost? Hát ha maradt izé soft gumid, akkor én inkább a két szoftosat hát választanom, mert neked harcolni kell. Három szoftból kettőt tudja, hogy elbasztam. Szóval azért gondolkozok én a két kiálláson. Ma a harmadikkal csak két gyors kört mentem. A másik kettővel meg többet. Hát nekem ugyanúgy pénisz lesz a dolog. Akkor maradok a két kiállásnál. Maradsz ezért két kiállásod? Nem, félek a háromtól, mert nekem az a szoftos kerék. De várjál! Nézd már meg, ma azt mutassa itt mindegyiknél, hogy nyerek izét.
0,904, 0,904, 0,904. Figyelj, én ilyeneket nem nézek, ha egy 96 perces versenyt kell lenyomni. Igen. Jó, mered a két kiállás. Hanem megyek pipíjelni. Na jó van, akkor pipíjé. Én megkeresem azt a szigimet. Mert erre energia fog kelleni. Srácok, szorítsatok mindkettőnknek. Az biztos. Mert ugye right now mind a ketten hatra fogunk esni, mert ez az assisted rajtolós, az assisted rajtolós, az nem segít rajtunk. Úgyhogy valószínűleg én is egy jó öt pozíciót hatra fogok esni minimum. Dragi a kanyarba esetleg tud húzni valamit. Úgyhogy ezt úgy képzeljétek el, hogy hiába vagyok első helyen, nem ott fogok kanyarodni az első helyen szerintem. Nem. Szerintem kettő, első, a másik meg a harmadik az meg fog előzni. Szerintem. Mindenképp. Én meg max tudok előzni. Max kettőt. Sorry, Szabik. A kanyart kell jól elkapnod. Hát ez a helyezkedés durva lesz. Tudod melyik kanyart kell elkapnom? Az első kanyart, meg azt a kanyart, amit mondtál, az utolsó előtti. Amikor gyorsan le kell menni az izébe a nagy kanyarhoz a végén, amikor fordulsz. Igen. Megy a szorítás. Na jó van. Egy pipi szünet. Meg kell, üdítőt mindenféleképp kell hoznom, úgyhogy a Hungaroringos poharomba valahova ide kéne tegyek üdítőt, de... Nekem is itt van a üdítő. Jó sör. Jó. Olyan vagyok, mint Kimi. Don't drink when you drive. Hozzak? A harmadik sört patintottam föl. Hozok én is ez sört. A... Figyeld meg, hogy jobban fog menni tőle. Akkor hozok sört. Meg megyek pipíni. Na mindjárt jövök. Még nem, az a baj. Ez kemény lesz, srácok. Ez hót kemény lesz. Na már most le van izzadva izé a hátam. Wow. Ebbe a kedvenc izé, ingembe. Még ebben nyomtam csütörtökön is a streamet. Ebben voltam kint péntek, tegnap a Hungaroringen. Ebben nyomom az izét is. Úgyhogy most már ki még kell. Még egy fél perc is meg. Úgyhogy most már ki kell mosni. Jó van, lackom, addig... Addig igyom mindenki ilyen rastingert. Rastinger. Tesco-s sör. Eredeti Tesco-s. Figyelj, a Red Bullt már megittem. Nem már kifogyott. Nekem is olyan kéne, mint Verstappennek, meg Jack Hullnak. Az a kis Red Bullos izé, nagy flakkon,
a jó kis vastag kék szívókával. Ide tenni valahova a fejemre, vagy valahova, és akkor szívókát itt... Dragi, készen állt a penetrációra? Várjál, még pár kort sört letolok. Kibontottam a sörit. Meg be kell állítanom magamat, hogy... Á, nekem ez veszélyes lesz, én gurulok jobbra-balra. Kormány alvány lötyög jobbra-balra, úgyhogy... Be kell állítani, már elmozdul a pedál. Most jó van. Várjál. A lábammal tudom állítgatni, de csak akkor, hogyha boxban leszek. Egy picikét hátrébb. Picit előre. Kamerában nem tudom, hogy látszódok amúgy. Tökéletesen, minden rendben van. Tökéletes? Akkor jó. Akkor visszanyomom. Csak csetörő. Füstöl jön a gumi, gyűrődjön az aszfalt. Hát picikét tényleg hátra kell jönnöm, mert érzem, hogy el fogom veszteni a... Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági üveiket, mert hamarosan kezdődik a 2022-es Hungaroringi nagydíj főszerepben Mr. Drogmesterrel. És Speeder Lackóval. Pontosan. Na, gyerekek, na, 70 kibakadt. Na, elméletileg megvagyok, még ígyunk rá egy kis sörit. Egy olcsó Tesco sört. Utána megyünk boxba, akkor majd még iszunk. A rajtot nagyon el kell kapni. Hosszú a még a egyenes. Na, hát szóljon. 14-41. Nem tudom, jól lekaptam el. Áh! Acko, nem jó? Bassza meg! Ott az bejött elém. Bad meg, leszorít a pályáról! Nem normális, nem létező íveket használ. Bazd meg! Vigyázz, mert nehéz az autó! Csúszik, mint a bíró fasza. Vigyázz! Így, most vettem észre. Nehéz az autó, fullos a tank. 16. helyen vagyok. Én ma fűben vagyok. Bottas be is hozott. Lackom, az üzemanyagom az mi van 13-on? Mert teljes verseny megyünk. Isten, itt nem tudom bevenni a kanyárt. Á! Bázd meg! Á, picsába! Tudom, szenvedős. Ez nagyon. Nehéz a kurva autó, bazd meg. De mi? Á, menjere már nekem! De ez most miért dínbe van? Látszom, kifogy az üzemanyag, vagy mi ez? Jaj, minuszba vagyok és föl kell hoznom. Igen, mert teljes üzemanyag tankkal mész. Az fasza. Hát Lackom 18. Várjál még, hogy hogy menj neki a boxba. Na most kilöksz, te hülye gyerek, én fölpopozlak. A kurva szádat! Bazd meg, hát ez kajakba nekem jött, telibe hallod. Telibe oldalazott, lackom. Az komoly. Hát ezt most visszanézed, bazd meg. Láttátok, gyerekek, valaki krippelje már ki. Telibe nekem jött. A Vandor román anyja az. Telibe nekem jött, ha rohadna meg a szája ezzel a mocskos McLarennel. Telibe nekem jött, hát ez hülye az meg. Izéről jött, jobbról. Gyerekek, ez klikkelitek? Jézus atya, úristen. Hát
ez nem normális. És limbe kell mennünk egyfolytában, mert nagy a üzemanyag. Hát azt akkor nagyon jól állok, 20. hely szóval. De én nyugodt vagyok, mert lehet, hogy ezek a köcsögök három szó mennek ki. Lehet. Velem együtt. Kétszer fogok. Jó, hát DRS, hát mit kezdek én a DRS-sel, bassza meg? Hát még Hamilton is itt 19. helyen van, azt el van menve előre, mert térképen sem látom. Lackom, de viszont gyors kör tudok majd menni, szóval. Mit érek vele, érted? Ez a mocskos román, bazd meg! Egyből meglátta, hogy magyar vagyok, az kitolt a picsába. Júj, nagyon rossz ezzel az autóval menni, bazd meg. Nagyon rossz, lackom. A mercedeseknek is ilyen szar. Mit csinálsz? A versenyeseknek is ilyen szar. Igen. De amúgy csak hülyeségre mondom ezeket a poénokat, ne vegyétek magatokra, meg föl. Csak hát ez azért milyen húzás volt már. Jó, ott mennek előttem, szóval én gyorsabb vagyok. Hát nincs előttem senki. Valószínű, hogy gyorsabb vagyok. Halad? Itt van egy egész vonat, hadsereg előttem valami. Meg kell húznom. Hamilton is ott van a... Ott van a hülye román 18. helyen, amit elvett tőlem. Na jó, majd visszakapja majd még. Már izzadok, lackom. Én is, apa, én is, nyugi. Botlasz, tolom le a pajarról, mint tord egy hülye alatt. Tord le a picsába. De még DRS-re nem kapok, legalább érnék oda Hamiltonnak a sarkába már. Pedig már olyan ott vagyok. Oké, fiam, jó van, szíd ki az összes munyamat, bazd meg. Te kurva, és úgy fordul meg az autó, hogy tudjak visszatenni a pajarra. Bazd meg. Gratulálok, ügyes, nagyon ügyes. Ez volt a izé, piros, piros már. Stop sárga. And go penaltit kaptam. Ericsson kicsúszott, úgyhogy 19. lettem. Mit csináltak szegény Ericssonnal? Én kicsúsztam, visszajöttem a pajarra, nem vettek észre, telibe basztak oldalból. Ericsson kiszállt. Ericsson kiszállt? Hát belém rohant a hülye oldalból, szerinted? Jó, hogy a kő volt itt. Gumjaimnak adott rendesen. Gratulálok a tervezőjének, ennek a kurva játéknak, e bazd meg. Hogy lehet, bazd meg, hogy picit hozzáérek hátulról a izéhez, a Bottlashoz, mert nem képes bevenni normálisan ezt a kurva kanyart. Hamilton a hátul. Olyan lassan veti, mint a szar. Kapom a DRS-t. DRS is now, 14 mondjuk vettettem. Azt fasz, én tűzjöttem 18-nak, Hamilton, ne. Ne. De mindegy, 5 másodperc egy stop and go-t kaptam te lendületből. Ne. Te ne! 5 másodperc egy stop and go-t, rohadjon meg a... Ez a mocskos Hamilton beznek, belőz! Hosszú még a verseny. Hosszú még. Azt nézd meg, a kanyar... Nem. Hát a kanyarba is lassabb, ennek hogy a fasz belőzött ez meg? Mert te dizén vagy. Leszorítóerő, nagyobb leszorítóerőn vagy. Ő gyorsabb az egyenesbe. Ne tolj ki, bazd meg! Ez az. Csak ne toljon ki. Tudom, hogy ez lesz belőle, hogy mindjárt az elején bevesszük a nyeles tojást. Hát a nyeles tojást az biztos. Szóval az, hogy engem kibaszott a mocskosrom, de telibe nekem jöttem úgy. Ezt vissza kell majd néznünk, lackom. Tenképp. Megnézed, telibe nekem jött. Miért nem is voltam a közelébe, csak büf, nekem jött. Hát na, mi ez az agresszív izé? AI, bazd meg. Hamilton bácsi nyugszik, átelőztek én a kanyarba. Lackó, most úgy bevettem az első kanyart, mint a sic. Ha úgy van, hogy csatázik veled, inkább benged tovább.
Most nem csatázik, mert lehagytam. Jaj, nem tudom mennyire hagytam le Hemi bácsit. Annyit tudok, hogy most nincs a számba. Hú, azt vegyezem, nem, mondja, hogy a 14. körnél kell kimennem. Hatodik van, már hatodik kör. Igen, nekem még három kört le kell szenvednem. Ezeken a gumikon. Jaj, megint jön, ha miértem a picsámba. De ha miért? Hallod? A harmadik szektorba a picsámba, az első kettőbe meg úgy meg tudom előzni. Szóval nem is értem. Menjetek már előre, itt a mocskos román. Menj innél. Én foglak kilökni, bassz meg. Add oda a DRS-ed. Add oda a DRS-ed. Úgy. Köszöntem szépen. Ó, van, gyere Hamilton, gyere! Gyere, de ebben a hosszúkról mindig megelőzni, nem értem. Be van nyomva a DRS, minden rohadt anyám. Megelőz. Na, tessék, beléd mentem, rohadnád meg. Nem kaptam semmit érte, csak egy warningot. Az még belefér. Első warningom. Rohadnál meg ott, ahol vagy! És kitol megint az a román. Hallod, Lackom? Ilyen nincs. De nem, nem a román. A Hamilton tolt ki. Jó van, GG Hamilton. Hamilton tolt ki. Ő neki ma vérébe van, tudod? Ma ilyen is tudja, hogy... Ja. Szegény Verstappen tavaly. Neki ment a kerekének, hát ő ment tovább. Verstappen ne csúsz ki! Neki csapódott a falnak, emlékszek rá. Hamiltonnak is voltak... sokáig fogunk még emlékezni. Hamiltonnak is voltak rossz húzásai. Azért Verstappen nem csinálta a rossz húzásokat, hogy azért ha, neki, hát igen. Neki megy másnak, vagy valami. Verstappen agresszív pilóta, én azt megértem, de... Lajos egy cigony. Egyszerűen. Hát... Bírjuk Lajos, de azért na... Itt valamikor túlteng a határon. Tényleg, ma akartam is kérdezni, mi a véleményed izéről? Albon bácsiról. Tudom. És ezeken a elbaszott gumikon, 50%-os gumikon, ma előzök, mint a fasz. És megint ugyanabba a kanyarba dobom el! És ugyanúgy, geci, hát ez nem igaz. Nekem 26-os. El fogom sírni magam. Ezt nem igaz, el fogom sírni magam, geci. Ezt hogy miért csinálja, bazd meg? Szia, Lackom! Jaj! Mit csinálsz, dragi? Ja? Ja, tényleg a pozíció. Ja, azt hittem a végem a Mizé-nak. Jó, én néztem el. Na most hova estélek? Ja, elém. Jó. Akkor szia, Lackom, üdv a csapatban. Láttad ezt, mit csinált? Ez mi a faszom volt? Láttad ezt? Hát nem akarok neked menni. Menj elő, menjek a baguza. Ja, jó. Láttam, hogy mit csinált, bazd meg. Hát velem mit csinált az izé a román meg a román mondan meg az izé. Nem értem. Jassz. 17. hely. Jaj, Verstappen! Ja, és még jön a 5 másodperces büntetésem is. És pont most jött be ez a fasz Magnussen is! Da picse! Pont most cserétek neki kereket! Míg azzal is elvesztettem az időt. Ó, bazd meg! Hogy a gyász rágja ki azt a redvas fület, bazd meg! Köszi a netta biztatást! Na mindegy, Laci, higgadj le! Virtual safety van megint? Mi a fasz történt? 15. helyen vagyok, mi történt? Visszahúzom magam a 8-ra, na mindegy. Hát figyelj, nekem vissza, még a 13. helyemet se nyertem vissza, Lackom. 15. vagyok most jelenleg.
Jó, bazd meg, és a román van mögöttem. Áj, az a agresszív rohadék. Á, bazd meg. Menni fog az önet, menni fog. Legyen meg a top 10, most úgy vagyok, mert ez egy nehéz. Nehéz pálya a Hungaroring, szóval. Brutálisan nehéz. Érezni rajta, hogy a franciánál jóval nehezebb. A francia az közepes pálya, jól tudom. Az a baj, hogy a 2018-as Forma 1-be az AI egy akkora idióta, bazd meg, hogy ez egyszerűen nem Isten a megmondhatója. Az AI egy kalapszar. Ja, most az a stratégiám, hogy most felnyomom a lint 12. körnél. Jó, előzd meg! Told ki magadat! Jó van! Előzzél meg. Isten bizony, dragi, én a 20-assal fogok játszani. El fogom engedni a picsába ezt a szart. Vagy pedig csináljuk. Lehúzzuk az éves futamot. Úgy törlöm ki a jó büdös picsába ezt a játékot, hogy csak úgy fog füttölni. Hát nekem addigra meg lesz a 22-es, de én is le fogom törölni. Addig remélem neked is meg lesz a 22-es. Hát ezt majd, ha megkapom a játékba. Akkor annyi majd megveszem pénzt nem neked. El. Nem kell. Majd én ezt megoldom. Ja? Jó, mert... Hogy jó legyen. Hát, amint azzal fogunk játszani, én ezt letöröm a picsába, az biztos. Nem hiába a 15-ös, a 17-es, a 20-as, ezek a best. Abba az AI olyan faszal meg volt csinálva. Kipróbáltam hogy a 22-es. Öröm volt játszani. Hát, még a 22-esben kipróbáltam az AI-okat, és nem ilyenek, bazdmeg. Viszont ott nem 80-ason játszanánk. Mert ott állítólag kurva nehéz az AI. Igen, néztem, hogy nem tudom megelőzni. Szerintem 60-ason kéne. Lehet, hogy még annyin se. 50. A régi streamerek, akik Forma 1-et így közvetítgetnek, azok mind mondják, hogy olyan brutálisan nehezebb az AI. Én tudod, mit csináltam? Ugye nekem le van töltve a tört, ugye. És tudod, mit csináltam? 80-as szinten indítottam ugyanúgy, és alig bírtam előzni. Olyan kibaszott nehezek voltak. Olyan helyre kell raknom a székemet. Szerintem nekünk elég, ha 40-esen megyünk ott, nem? Sima hard. Valószínű. Épp hogy a hard belépő szintje, nem? A 40-es. Vagy az 50-es? Mindegy, a lényeg az, hogy hardon menjünk. De majd én ezt még kitaktikázom, kipróbálom majd még ott azon. Aztán meg lesz majd a eredeti, akkor... 16. a dragi. Lackó, hanyadik? Kitalálod? 20. Eltaláltad. Hát figyelj, a boxba kimegyek, van egy 5 másodpercesem. És kint ja, van előttem Magnus. Ja, azt is kaptad, és még a Magnuszerre is várnak kellett. Van Verstappen. Úgyhogy nekem nagyon hosszú volt a kialvás. Még hagyd menjen nyugodtan. De látom, hogy izén van, softon van. A csapattárs. Virtuál safety car nagyon? 30 másodpercre van tőlem mindenki. Hol szegény is? Várjál, már 12. kört tolom. Most egy riccset hagyni miattnál. Verstappen hol vagy? Verstappen most leelőztem.
ez a kör, meg még egy, és kell mennem gumit cserélni. Ez az Leanen, bazd meg. Pörgetem, mint a hét. Hogy a faszba vagyok én most tizedik helyen? Kimentek az első kerékcserékre szerintem ma. Habár nem. Vagy de? Lehet, mert mondom, hogy nekem 30 másodpercre vannak még tőlem mentek. A autók, úgyhogy nem tudom. Igen. Hát figyelj, bemegyek a nagyon nagy elemaradásom. Bemegyek a boxba, épp hogy találkozni fogsz velem. Hát lehet, hogy pont egy más megjövünk ki. A kövi kör, box. A lábam. Hány virtual safety car van már? De jó, hogy nem idős. Jó, kövi körbe box, de úgyis mondani fogja. A rádióban nekem. Box, box. Itt vagyok, akkor mögötted. Hetedik vagyok. Igen? Most hetedik vagyok. Perez van előttem, Verstappen. Nem. Perez előttem van, Verstappen van előttem. Mennyi virtuál safety car izé van már? Nincs virtuál, miről beszélsz? Ending. Nincs virtuál safety car. Nekem nem mutatja ki akkor. Nem tudom, nekem még egy dekadát sem mutatott. Nekem most be lett ide bugolva? Nézd, nem tudsz ránézni ezt mivel. Nem zavaró, csak... Virtual car ending. Na, nekem most boxba kell menjek, szóval... Hiába szép hetedik helyen vagyok. Jól van, menjek még ki a pályára és a picit. Emlékeztem, hogy boxba kell menni, igen. Jó. Eddig körbe ment 14, akkor yes. Igen. Kiadunk a kis serit. És átnyomjuk Lean-re. Jó, 20. hely. Szia, lackom! Itt vagy mögöttem? Igen. 7-ről 20-ra jöttem, mert bementem a boxba. Szia, lackom! Itt vagy előttem. Ó, gyere! Figyelj, még friss gumikon vagyok, szóval. Meg Leanen. Én úgy szint. Csak én nekem a parkör van a gumikba. Hapcika. Köszönjük. Hát... Visszaköszönt a Tesco-sör. Igen. Hát bementem a boxba és megittem egy 7 kortyot, na. A boxba lehet inni. Lehet, ha, azért van. Jó van, de ezek valamelyik háromszor fog kimenni, szóval azzal nekem van egy... Hát mennyi időt van kint? 25 másodperc? Biztos, hogy... Di. Na, én ma megelőztem Magnót. Ah, látom, Magnussen van. Meg ott vagy te. Hát, Magnussen az 2,1-re van tőlem, szóval. Na, majd most gyűjtöm a lényes cuccat. Egyszer tudod mit? Tudod, hogy kellett volna jönni Hungaroringet? Forma 1-es autóval? Nem. Esőben. Tetszett volna, nem lackom? Az biztos. Esős futam.
Szerintem mégis baszottal volna tőle. Na bassz meg. Vandon föntart, bassz meg. Basztal ma ilyen. Kisodródtam egy picikét. Én is, de megfogtam. Én nem tudtam megfogni sajnos. Tök jó, hogy Virtual Safety Car Ending. Már mióta kiírja. Picit begubogoltalna. Jó, kicsúsztam. 10 másodpercet vesztettem. Magnussennel. Ezt nem szabad. Tudod, melyik rázókő volt? Ez a kis fehér rohadék. A hosszúban. Nem baj. Nem baj, még jó ki lehet hozni. Csak ne csinálj meg ezt, meg ezt még egyszer. Te a büntetőt ma úgyis letöltötted? Igen? Akkor nézd meg, mit csinálok most jelenleg. Kaptál 3 másodpercet? Nem, szállok a fűvől jobbra-balra. Na te is! Jaj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 
ő vele írtam össze. Ja. Mert túl erős volt a gyerek DRS-en belül. Oda baszott a gumiknak is. Pedig full spórolósba jöttem. A Magnussenen túl kéne itt jutnom. Meg kéne előznem. Vesztettem 10 másodpercet. De is? De jó. Na, hát akkor ugyanúgy állunk, lackom. Jó, csak neked volt még egy 5 másodperces büntetőd. De várjuk el végig, mert lehet, hogy nekem is lesz 5 másodperces büntetőm. Az a baj, hogy a mostani verseny csak Magnussen szopat ki a saját csapattól sem. Na, egészség, hapc. De kaptam tőle DRS, szóval egy szavam se lehet. Hát nekem lenne hozzá egy-két kéretlen szavam, ha oficiálisan a csapattársa lennék. Vagy mi a kurva anyja csinál? Ja, elhiszem. Hát ez az, hogy a AI olyan buta benne, bazd meg, hogy... Akkor 41. körön kell majd kijönni, úgyis fogja mondani, hogy box, box, box. Nekem a 34-et mondta. De nagyon nehéz a kocsi, és így tudod. Nehezebb irányítani, többet kell fékezni amúgy vele. Igen, nagyon sokat. Hát nem tudom megelőzni Magnussent, vagy nem, ezt a kanyart ezt elbasztam. Ez jó kanyar. Mit visszahoztam, azt megint elkacsosztok nekem. Érthető. A srácok figyelik a történéseket, 19. körnél járunk. Jaj! Kicsit csúsztam a pályáról. De még nem vesztettem ezzel semmit. Ugyanúgy állunk Magnussennel. Jaj! De! Most én hallottam furat, hogy valaki bejött. Hova? TC-re. Nem tud bejönni senki. Tisztára, mintha izé, Vivi hangot hallottam volna. Vivi az nincs itt. Tudom, ő grillezik. Csak a Sandy tud bejönni. Akkor női hangot hallottam, akkor lehet, hogy Sandy volt. Lehet, hogy én mikrofon balotra a Sandy, nem. Ja, igaz, tényleg, te most ott vagy. Magnussen, bassza meg!
Nagyon csuklani fog ez a gyerek, azt ma most tudom. Hát, hadd csukoljon. Mert ma a versenyen kétszer kibaszott velem. DRS-t ezt kapom tőle, de az meg nem tudom meg elő. Jó, mondjuk, hogy én nem vagyok. Most fölgyűjtöm magam, mint a kurva életem. Mindig egy másodpercen. Egy másodperc, meg 0,8-ra vagyok állandóan tőle. Nem baj, majd ki fogtok ti majd menni a boxba hamarosan. Én nem elfelejtettem, hogy mikor kell kimennem a boxba. 34. Azt mondtam? Igen. Ó, akkor. Nyugi, megjegyzek. Mert cetlit pont. Nyugi, megjegyzek mindent. Nekem 41-nél kell kimenni, azt tudom. Neked 34. Pont rossz helyre tettem azt a kurva cetlit. Gyere Magnussen. Oké, most már lehet, hogy megtolom, aztán átelőzöm. Most nagyon sokat kacsázik mellettem. Mindig egy másodpercen belülök, hogy DRS állandóan kapok tőle. Hát most már nem nagyon, mert egy három vonal vagyok, de hát most így a kanyarban így úgy kell, hogy megkapom tőle, szóval. És kacapacáztam meg, nem is a DRS-t. Jaj. Mi történt? Kaptam egy 3 másodpercet, mert a kurva kormannyal játszottam. A gombokkal. Fölraktam én is a izé üzemanyagot, hát kaptam egy 3 másodpercet. Baszkád meg. Na mindegy, én így is kihogom. Velem nem baszik ki. Csak az a baj, hogy nekem 3 kialakuló stratégiám van. Azt, ezt nagyon jól megcsináltam. Megvakartam a bal lábammal a jobb lábamat gyorsba. Mielőtt még gázt adtam. Nem kapok már, oké, akkor nyomom Ridge-be, Magnussen, vigyázzál, mert most úgy elkaplak, addig nyomom Ridge-be, meg nem előznek. Megelőznek, utána nem leszem már ezért zavaró tényező nekem. És most miért nem kaptam ezért DRS-tőlet, hogy szívnád ki? Rohadnám. Megtolom Ridge-be most neked. Az Ridge-be tolom, azt most hagyd le, ezt hagyj a faszba. Az mi a faszomokon van ez a Magnussen, bazd meg, nem tudom megelőzni. Rohadnál már meg. Valaki ultraszokon van kint, ez meg. Na gyerünk! DRS megkaptuk, Rich. Köszönjük szépen a Monikát. Nevében is. Szívnád ki. Életem picikét nekimentem, de se baj. Csak hogy érezze a törődést. Megelőztem Magnussen.
Akkor elvileg te vagy mögöttem? Igen. Bassza meg! Addig kell mennem Reach-on, amíg ez a hülye nem fogja megint megerőzni. Mennyire vagy mögöttem? Ma még nem írta ki? Még nem. 12-3. Ó. Annyi összent le kell hagynom több mint egy másodperc, addig Reach-be kell... Áááá! Nem tudok Reach-be maradni ez a gond. 1-6-ra van tőlem. Ha most nyomom át magam a teambe, és akkor most mehet a menet. Gyakorlatilag nem kéne átelőzni. Hapci. Lassan behozom a nagy csapatot. A gumik eléggé érezhetőek. Magam mögött tartani. De most, ami most nem is olyan nehéz. Mindenki nyissa előttem a DRS-t. Jó, hogy Magnussen megvan, 1-8. Lackom, tudod mit terveztem? Így kéne nyomni a formulát, hogy fel kéne húzni a kesztyűt, beöltözni, bukós isak, és akkor úgy nyomatni. És akkor, nem még, be is, és akkor még be is kartonoznád magad. Szóval egy kartonautót csinálsz még, és abba belelősz. Igen, és így is, most is izzadsz, mint a ló. Akkor képzeld el úgy, hogy izzadnál. Szerinted ők hogy izzadtak amúgy, Jézusom? Ő nekik van menetszelük. Amúgy igen, meg tudod mit gondoltam? Egy 5 nagy ventilátort magad elé baszni. Hogy meglegyen a menetszél. És akkor már érzed azt a szimulációs dolgot. A Magnussen magam megét kell hagynom. Jó éjszakát, Szafi, köszönöm szépen, hogy itt voltál és köszönjük el. Ez bennyiresben nézem a csetet valamennyire. Szép álmokat. Ezt nem ar! Mire behozom őket, bazd meg a digra ezé szopatnak? Itt megy előttem a 4-es vonat. Gyorsabban venném a kanyart, de le nem húzódna annak az... Muszáj volt elengednem, mert másképp megint ezé touch. Elbasztam! Hát nem busztom el annyira. Meg kéne egy ventilátor. Hát nem egy ventilátor, Szabik, hát 5 ventilátor. Nekem az a baj, hogy hátulról fúj a ventilátor hébe-hóba. Csak ez az egy bajom a Magnussen, majd itt van a picsámba. Jó lenne őket valahogy megugrani. Szívem, ki volt itt a csatán? Szafi ment, te is kiköszön. Te meg a Szabi köszönt el.
Jó van, drifteltem egyet. Te is izzadsz, mint a ló amúgy? Nekem ma be van alva a seggem. Ennyi év is, jogi. Meg a hátam is. Nem merek rajuk vetődni, bazd meg ezen a kanyargós részen, mert tudom, hogy beléjük érik. Melyik kanyargós része? Ja, ez ilyen salakra? Még a célegyenes után. Ja, tudom, az első kanyar. Igen, attól én is szoktam félni. Jó, a Magnussen nagyon jól tartom a hátam mögött, szóval. Ez a kifogás nincs. Rohadt jól tartom. Csak hát legyen így egészen addig. Nem tudom, a többiek mikor mennek ki kereket cserélni. Lackom, hol vagy? Hamilton, hogy került elé? Nem tudom. Box kiolla? Valószínűleg. Ha most kellene őket megugranom. Hát figyelj, Magnussen ezt nem a jól... frissebb gumikon vannak. Magnussen az ilyen 1-5 és 2 másodperc között tartom magam mögött. Szóval... most mindjárt ránézek a gumijaimra amúgy. Hogy állnak. Kérlek szépen 22%-on állok. És úgy, hogy mentem 14 kört már vele. Én talán a 5. körbe, ha mentem ki? Vagy a 3. De elég jól tart akkor, nem? 14 körön belül 23%. Még kéne belemenjek 13 kört. Nekem ma lassan csere lesz. Jó lenne, ha kiszednének ez mögül a boly mögül, meg... a négyen egymás faszal lógnak, bazd meg, és egy deka helyet nem találok előzéshez. Ja, persze. Persze, érthető. Aztán kiteszem majd facebook sztoriba. Egyik a kettőnk. Viszont új gumikkal megjött rám Hamilton. Na bazd meg, akkor te most 17. vagy? Aha. Vagy te tartom a 19. helyet, egy küzdők Magnussennel álltam mögött. Sajnos 1-8-nál többi távot nem tudok kihozni belőle. Most sem tudom, hogy mennyinél van. Most 2-1-re van tőlem. Lajos, hogy szopjál le, bazd meg! Te rohadt kis kurva cigány fasz! Ajjaj. De buzi! Jaj, most olyan rasszista megnyilvánulásaim lennének, bazd meg. Jó, csak te streambe. Nem szabad streambe. Azt a kurvát... én amit leautózok, bazd meg. Másodperceket. Mindig jön egy kurva. Magnussen még mindig álltam meg, de nagyon tartom magam. Meg a 19. helyért is meg kell izzadni, vért kell izzadni. Főleg, ha ilyen Hamiltonok kibasznak a pályáról. Ja. Szerencsém. Amikor csatolva vagy a pozíciókért, bazd meg. Ma várod a bokki hallás, hogy mikor mehessék ki, hogy végre lecserélhetsz ezeket a szarokat. Örülsz, hogy pályán vagy, bazd meg, erre meg jön egy ilyen... no, szépen beszél, Laci. Ilyen Lajos. És kibasz, mert ő úgy gondolja, hogy ő gyorsabb. Figyelj, Lackom. Viszont én elég jó tart. Hát mondjuk előttem nincs senki, szóval én már egy ideje nem harcolok. Nem sem most már. 14 másodperc a picsalba. 16. Nekem csak 10. Ja, meg egyszer kicsúsztam az 2. Nekem 12 másodperces előnyöm lenne most amúgy. Neked mennyi? Hát nekem kurva sok előnyöm lenne, mert én voltam kint boxba is, Magnussen föltartott, kétszer kibasztak, az legalább 15%-os a kerekek. Nekem a bal első van a leg, 26, jobb első 21, hátsó bal az 19, a hátsó jobb az meg 18. Nekem a bal az nagyon kapja, első bal. Én nekem olyan 35-40%-on vannak a gumik. Hát figyelj, te mindig azt mondtad, hogy 35-ig tök jó. Igen, de ma érzem, hogy büdös.
Főleg úgy, hogy annyiszor kipörgetnek, hogy hiába spórolok, kerülöm a rajzóköveket. Amúgy a Hungaroringa éreztem izén gumiszagot is. Á, ma nem bírom bevenni rendesen a kanyart. És még mennyim van? 5 köröm? Á, 4. Azt ez a szék is gurul ki alólam, nagyon fasza, imádom. Amúgy ja, szorosan Magnus itt vagy mögöttem. Magnuszent azt lehagytam már 2-8-ra. Azt most itt vagy mögöttem. Rávertem egymáshoz, igen, itt vagy, itt mögötted vagyok. Igaz, hogy még a kerekeim jók, de... Ja. Tényleg, a üzemanyag az hogy áll nálam? Lean. Itt csak mondjuk csak 41. izénnel kell mondani. 41. kör? Ja. Úgy is bemondják. Na nekem ez vége. Annyi kipörgéssel nem lehet izé versenyt nyerni. Nem van, Lackó, a top 10-re menjünk rá. Most én is úgy voltam, hogy a Hungaroring nehéz, legalább a top 10-be jussunk be. Meg tudod, meg is lenne, simán bent lennénk a top 10-be, sőt ott autóznánk, nem a hátulján kullognánk. Csak ez a kurva AI. Ja. Vagy nem figyel, érted? Vagy simán ott bassza be az autót, ahol elvileg nem kellene. De látom, az autótömeg az még mindig ott van előttem, de jó messze. Egymás mögött mennek? Na? A vonat? A vonat. Ki vezeti a vonatot? Nem tudom. Valaki biztos. Odaig nem bírtam eljutni. Mert kibasszott a Lajoska hátulról friss gumikon. Jó, ma Magnussen már 2,9 van a hátam mögött. Ha rávertem még 3 tizedet. Szóval, jó haladok. Most a gumikat nézzük meg. Ah, már ez... Izé, kezd már. A bal első az már 29. 30. Még jó. 41. pedig kéne kibírni. Ne! Mitől? Mi az anyád? Picsajától, te faszopó! Jaj. Ezt nem hiszem már el, geci. Isten az atyám, hogy kitörlöm ezt a kurva játékot innen. Magnussent megkaptam magam mögé megint. Csodálatos. Egy Magnussen. Kérsz egy Magnumot? Egy Magnumot kérsz? Egy jó kis fagyit? Ma sokszor megnyaltam ma a Magnumot. Lackó, most hol vagyom, ugye álltam? Megötted. Ja, az jó. Szevasz, Lackó. Nyugi, nem vagyok olyan messze, mint azt innéd. Tudom. 40%-os a gumik. Nekem csak 31. Elbasztam egy picit. Bazd meg! Virtual safety car is deployed. Virtual safety car. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace.
Persze, amikor mennék be a boxba, mi? Akkor veszed ki az izé safety card, mi? Te rohadék! Te kurva fityma! Fasz! Oly! Utalom most ezt a 18-as játékot. Hát szerettem volna, de mire ideérek a boxhoz, VSC... De figyelj, a többiek nem is voltak a boxba, hát rég megelőztem volna őket, nem? Ajjaj, valaki itt van előttem. Raikkonen. Engem mindjárt leköröznek a picsába, jó van az. Nem érdekel, leszarom. Írjek be valahogy a célba, azt leszarom, nem érdekel. Írjunk be a célba, az a lényeg. Úgyis egy nehéz pálya ez, szóval, meg előzési lehetőség. Csak engem az idegesít, hogy még lehetett volna jobb pozíció is. Ja persze, hát mindig van olyan lehetőség, hogy nekem is meg lehetett volna. Miért izzadunk? Ha már érzem, hogy nem úgy, nem olyanak a gumik már nekem. A 33%-on. Még oké, de... De már még se oké. Magnussen nagyon-nagyon jól jön a hátam mögött. Soft, hát nem volt ment senki se a boxba. Há, 41. körig bírjam ki. Szerinted, Lackom? Tudom. Szerintem én is úgy fog csaszogni, mint te. Csutkár úgy van kiszámolva, hogy majd 40-valahány százalékos lesz a kerék, akkor jöjjek cserébe. De Magnus szerint ezt valahogy magam mögött akarom tartani, és hát még mindig jó vagyok. Magam mögött van. Raikkonen az meg úgy elstartolt az új gumikon, hogy már 5 és félre van tőlem. Ja, hát tudod, hogy miért, ha Raikkonen, hát ultra softon van. Hát ha blue flag van, akkor előzzön meg, bassz meg. Ha tud. De ha gyorsabb vagyok, visszavehetem a köröm, te gecot. És mivel nem tartom fel a hátam mögött lévőt, ezért nyugodtan mehetek, de ha ezért megbüntetsz, akkor kiszállok. Magyarországon miből van? Hogy már... Milyen? Mikor ment be a boxban nekem a gumik már nem van nála, ő is szoftom van. Hú, 38-ak a gumik. Most 37. kör. Persze, mert kap DRS tőlem. Te hülye, 3,6 izé.
Gyorsan átkapcsoltam Reach-re. Na utcu neki. 3,04 üzemanyagom volt. Most előzzé meg. Csak kiküszködöm. Ez a baj, egyre jobban közeledik hozzám Magnussen. Egy-kettőre van, jó van, nem kap DRS-t, az a lényeg. Nem tudom, mi történt. Már nem olyanak a gumik, nem tudok kanyarodni. Két kört kéne itt kibírnom. Vackom, 41%-os csak a gumik. Róla érek már 45%-os sem kezdtek már. Áááá, nem ezt a kanyart nem tudom magadni. Hamarabb le kell már fékezni. Úgy kell csinálnom, hamarabb kell fékezni. És akkor gó neki. Úgy. Állok. 1,68. Okay. Ki jött ki? Rapadt torsan, Magnussen. Ki ment boxba? Nem, Sainz van előttem, azt nézem. A miért Sainz? They should still get to run on, but they won't be at their best. Ah. Our gap to the car in front is 1.8 seconds. A kettő kocsi van előttem, és 44%-os gumim vagyok. Jó, hát mit várok? Science izén van.
új gumi. A kövi körbe kimehetek cserélni. Lefalhoz basztam megint. Science előttem. Ez meg úgy lehagyott, mint a picsa. Hiá vagyok Richen. 13 másodpercre vagy előttem. Újból hozom vissza, lemaradok. Jó, van nyugi, mert én most fogok menni a boxba. Meg mit válsz 46%-os keréken? Hát az van gatya, az gyász. Már rég be kellett volna menned. Hát 41-ig körni kell bemennem. Ne foglalkozz vele! Most koppik a gumit, bazd meg, ki kell menni. Én is úgy mentem. De én ma megyek is ki. Most vagy kint? Gondolom igen. Vettel? Vackom, te hol vagy? Előtted. Előttem Vettel van. Ha én gyorsabb vagyok, akkor megelőzhetem, nem? Lekörözött ma. Elvileg igen, majd fog rádióba siránkozni, hogy lekörözött vagy, el kell engedni. Elengedtem már, itt megy előttem. De csak ha gyorsabb vagy, akkor most mit csinálj vele? Fogsz ott kacsalazni mögötte? Itt majdnem neki mentem, de hát biztos, hogy nem. Hamiltonnal ezt csináltam, azt megelőztem, az ő jött belém hátulról, azt én kaptam az 5 másodpercet ugye az előzőbe. Ja, te vagy előttem. Igen. Te, Magnussennal mi történt? Ja, ő is volt kint kereket cserélni. Volt kint boxba. Aha, jó, van, mellé jöttem be megint, szóval. Vettel az megy boxba. Hát de azt a 20-valamennyit nem tudjuk rátolni. És csak ő van a boxba. De többiekkel mi van? Azok nem megy, nem is mennek már a boxba? Ennyire le vagyunk ma maradva, hogy ma nem lassuk a box kialasokat. Hát annyira nem volt, mert 12 másod. Jó, mondjuk lecsúsztam. Túlságosan előttünk vannak ma, majd lekörözésben vagyunk, hallod, az több mint másfél perc. Jó, ott ma mi nem lassuk a kerékcseréket. Hát de az csak az első helyezett, lackom. Attól még a harmadik lehet még lehet 20 másodpercen. De nem vagyunk olyan közel, értsd ma meg. Mi nem lassuk a kerékcseréket egyszer, nem tudunk senkit se leelőzni boxba, mert mindenki másfél percre van előttünk. Érted? Felőttünk lévő kettő például, előtted lévő mennyire van? 9 másodpercre van. Na, hát azt még csak lehet látni boxból. Hát azt még igen, de a élmezőn ma nem. A élmezőnyt az biztos, hogy nem. Nem be a lényeg, de kérdezted, hogy a boxba kien mennek valakik. Hát látom, hogy cserékeznek itt előttem néha. Jaj, kijönnek, bemennek? Csak pont nem lássuk, amikor ma mindenki kint van, mi pont nem lássuk, mert a pálya másik felén vagyunk. Ja, az a baj. Hát figyelj, nehéz pálya ez a Hungaroring, szóval. Tizenegy és fél másodpercre vagy mögöttem.
akkor, hogyha előtted lévő kimegy boxba, azt meg épp látni fogom. Hát nekem is ki kell mennem a boxba. A Belgium pálya az hogy fekszik? Imádom. Imádod? Csak ne legyen rajta AI. Úgy gondolom, ne legyen rajtam kívül más pilóta a Spa-ba. Azt nyugodt leszek. Akkor a pálya, akkor ott mindenkit meg fogsz előzni, nem? De hát nem szólom el magam, csak annyi, hogy szeretem a pályát. Hát nem biztos, hogy ott jó is leszek. Jó az, hogy szereted a pályát. Hét és fél másodperc. Ma körönként baszokra másfél másodpercet az előttem levőre. Na, mit akarsz? Úgyhogy ma fogynak a gumiaim, érted? De hiába, miért beérek hozzájuk, ma valamelyik kipecköm. Hiába fogynak a gumiaid, lackom. Meg lesz. Még úgyis lesz kerékcserém igazad van. Ez az. Meg lehet, hogy még ki fognak menni még páran. Azért össze-vissza mennek ki ezek a hülyék, tudod. Lackom még 25 kör. Ne pörök ki, please! Jó van, kipörögtem. Utálom ezt a kanyart amúgy. Gyűlölöm. Megint ott fönt a ZS kanyar előtt? Igen. Én is ott basztam el kétszer. Azt hiszem ott. Nekem ez a második, úgyhogy 50-50-be vagyunk. 20. Jaj, ne, és mögöttem a lekörözöttek. A Isten lovát, a faszomat beleverem. Fogom kapni a geci büntetéseket. Nem elég, hogy utolsó helyen vagyok, még büntetést is kapjak, bassza meg. Jóban, hagyjál békén a kék szaroddal? Nekem is van egy ötösöm, nyugi. Jó van, elengedlek majd titeket a... izéba. Itt. Majd itt elengedlek titeket. Ne gyere belém! Ne gyere belém, mert megütlek. Most mi a faszom van? Egyenesen meg én vagyok a gyors? Hülyék ezek. De kanyarba akarsz megelőzni, bazd meg. Nehogy már. Háromzó. Nagyon szeretne keresztbe állni ez az autó. De stratégiát fogunk váltani, dragi. Nem így gondolom. Majd a legközelebbi versenyen. Nincs 100%-os verseny. Többet. 50% lett a plafon. Nálam legalábbis. Ha gondolod, te letolod a 100%-ot. Nálam 50% a plafon. Ja, hát én letolom. Hát az a nagy futam, lackom. Figyelj, most ezeknek oda... Hát meg kényelmes a széke. Menjetek akkor. Hagyjatok bőnkén. Előzd meg, please. Még a végére lehet, hogy letolunk egy fasz a csatát. Ja. Na figyelj, nézd a jó oldalát. Hát de figyelj, letoltjuk a százasokat, mert... Jó, az egyedül toltam, de... Mi volt a előző? Itt a Spielberg-esben elég jól teljesítettünk.
Hát a Spielberg az egy más tészta volt. Szóval valamelyik pálya nem fekszik, de azért megcsináljuk. Meg ez a gyakorlás része is most. Akkor ne is nézzük már, hogy hanyadikok vagyunk most már. Addigra ma rendes széket kell találnom magamnak. Ja. Beszakad a hátam. De figyelj, hányan előztek meg? 1, 2, 3, 4. Az első 4 az majdnem ugyanazon a izén vannak. Engem megelőzött kb. 19 autó. És megint gurul az ég, bazd meg. Magnussen 14-re van tőlem. Na igen, már kicsúsztam abba a mocskos kanyarba. Mondom, azt a kanyar, azt utálom a legjobban amúgy. Szóval vigyázni kell az kurva, bazd meg. Nagyon kell vigyázni. Hapci. Ugye Magnussen az volt, mint kereket cserélni. Milyen az már többször is. Legalább hagy előzzem már meg őt. Na most viszont rohadt jó megyek, mert újak a kerekek és már jó bemelegítettem. Csak hát neki is el kell engedni a lekörözötteket, szóval. Hol van Magnussen? Tényleg térképen meg nem nagyon látok fehér pöttyöt. Cserültem senki, úgy nyomatom, ahogy én akarom. Ezért fekszik, hanem az olasz pálya. Ugye azt gyakorolgattam még. Akkor elkezdődött a formula. De már vissza, hogy a faszomba ver rám körönként még van? Már 15, már 16 másodpercre van. Hát ez hogy a vérbe? Kimegyek kereket cserélni, Magnussen kajak megelőz. Már lassan kerékcserém van.
nem tudom, hogy ki el fog még menni kereket cserélve. Jó van, kaptam még egy 3 másodpercest is. Mikor mész kereket csinálni, Lackan? A 59. körbe. Na most már verek Magnussenre. Én a VSC-jel elejétől fogva ott van? Igen, amióta volt. Az úgy odaégett. Süki, itt vagy? Itt vagyok. A Sunny-nak mondom. Jaj. Vagy már beállult a monitor? A monitor előtt? Azt tudja. Haló? Beállultál? Hát akkor még nem válaszoltál. Hosszú eltalapban nem jött meg. Úgy ez 15-re van tőlem. Haha, Szab hírja, itt vagyok. Szab írta, itt vagyok. Na Szabja az végignéz az egész szenvedésünket most. Mostnak nem lehet nevezni. Hát, nehéz pálya a Hungaroring, Lackom. Na majd a Spa lesz a jó neked. Hidd el, hogy a te első leszel a nagy futamon. Őszintén most nem is zavar, hogy majdnem utolsó helyen vagyok, engem az zavar, hogy lehetett volna jobb is. Csak szokásos kibeszélésem, hogy a AI egyszerűen nem figyel a mellette lévőkről. Az nekem is volt, majd visszanézzük az izét. Hogy nekem rontott a romát. Jaj, ne blue flag már megint. Hol vagy? Majd a kanyarba elengedlek, jó? Na, hogy nekem. Amúgy most nevetni fogsz, te vagy Pereznek az autójába, ugye? Mert Verstappen még csapatban van. Na most, emlékezz vissza a múltkori versenyre, ő is VSC-t kapott, és nem tűnt el neki a jelak. Hogy VSC eltűnt. Ja, kinek versenyt? Most neked is ugyanaz a jelenet van. Vagy mi? Izének? Mint Csekónak? Na? Hát ahogy megelőzte őt Izé. Mi a faszom? Russell. Ő is azt mondta, hogy beragadt neki a Izé a lófasz a kijelző. Ja igen, Csekónak beragadt. Pereznek. De most te is ugyanúgy Csekónak az autója beülsz, és ugyanúgy föl van akadva. Safety car-nak a jelet. Igen. Na ez milyen fura véletlen. Vagyis hát a 18-asban még Daniel Ricciardo-ban volt Verstappen, de mondtad nézé.
Jackónak az autójába. Jaj, hát igen. Most, hogyha most a mai, hogyha ideit meg a tavalyit nézzük. Szegény Jacko az el volt keseredve. Most ilyen szarul tudott teljesíteni. Azt nem mondta, hogy hozom be Hartleyt, mert megbaszódok mindjárt. Volt kint izé. Kint volt a Hungaroringon még 5 mexikói zászlóval, mert ugye Red Bull-os pólóval. Azt megkérdeztem őket, hogy mondom, ráköszöntem angolul, hogy hello, egy képre a szabad Jackóért, és akkor ezért csináltunk egy képet. Hát ma a Jacko azért, a Perez a mexikói. Igen. Úgy. Mert Perez a sokat volt a izin az Alpinnál. De jobban tette, hogy átment a Red Bullhoz. Hát nem ő tette a lényegében, hanem megmentették a Red Bull a seggét. Jaja. Másképp nem lett volna ülése, azt úgy járt volna, mint Hülkenberg. Jaja. It's been a tough race, but I know you're capable of getting more out of that car today. Dig deep. Give us the best of your talent. Na most már 2,2 millió, hogy felnyomom Reach-re. Szerintem már is be már rátoltam már 2 másodpercet. Vagy másfelet. Magnusszerre 14 másodperc van mindenkire. Remélem ki fog menni még kereket cserélni. Kereket, gumit. Majd vigyázz rám, dragi. Rád? Igen. Előttem fogsz hihenni? Több mint valószínű. Magnussen még el... megy. Nem tudom, mennyire vagyok tőled. Sokra. Vagyis nem olyan sokra, hidd el. Még a végén lesz bele valami. Miből? Valaki mellém ért. Leclerc kék, bazd meg. Szopd ki a búfegemet. Szopd ki a búfegemet. Ultralkon vagyok, bazd meg, nehogy ma elengedjem egy izé agyon használt autót.
Sandy az beállott. Mondom, hogy beállott. Üröltem és a billentyűzet tisztítottam. Az jó. Nem tudom mennyit veltem rá most magőszemre. Na már csak 13-ra van tőlem. Lackom, te most fogsz kereket cserélni? Kicseréltem. A kereket már gondolom. Ha meg is történt? Meg. Na most már érted, hogy miért nem látni senkit a boxba ilyenkor. Mert tényleg annyira le vagyunk maradva, mint a borra való. Hol voltál te? Ne szívass már, hogy 12 másodperc alatt kicserélték neked. De tudja. Ez lehetetlen. Biztos. Ha mindig Magnussen van előttem. Gratulálok, ezt jól elbasztam. Magnussen 14-re. Magnussennek a kocsijába bajzik a Ferrari! Szerintem kezdem elveszíteni a gumikat. Ja, nem ide 30 szemben. A látásomat szerintem. Látásodat? Hát. Jaj, már megint valaki meg itt fog előzni. Igen, csata azok az első helyi. Igen? Mhm. Csak az a baj, hogy nekem egy parszammal több van a nevem mellett. A 10 kör. A 10 kör, a tuti nem lesz meg ide Magnussen. Jé, DRS-t kaptam. Hogy kaptál DRS-t? Bocsi, véletlen volt. Nem tudom, van Magnussen kocsija, hogy egyszer nem tudom behozni. Úgyhogy ez marad utolsó hely. Na, én visszavittem a lekörözött pozíciót. Most már nyomom, mint a gépezet, bazd meg. Nyomjad is. Ezek még ezért gumit cserélni. Magnussen, cseréljen már gumit.
Annyit a hazai pályára. Amúgy a hazai pályán mindenki a legszarabbul teljesít, ezt nem vetted észre? Amúgy lackom. Nem tudom, még nem... Nem tapasztaltam ilyen jót. Pierre Gasly is hazai pályán szarul teljesített. Leclerc is. Most én is szarul teljesítettem. Csak azért, mert hazai pálya. Meg kurva nehéz. Meg kurva nehéz. Jó van, gyere el. Okom, bazd meg. Ezért bukok másodperceket, mert ezeket kell elengedni, bazd meg. Persze nem tudom megelőzni Magnussen. Már 17 másodperce van. Még kettő. Rám be. Menjen már kicserélni kereket, ez a easy gumit, ez a hülye. F3-ba Tóth László és időmérőnk utolsó helyén. A hazai pálya mindenkinek egy ízi, egy olyan péntek 13-as feeling. Jó van, virtual safety car. Megint mit? Én voltam. Eldobtam. Végem van. Mint a botnak. Mással lesz a találkozó velem. Ennek annyi. Ja, Istenem! Én bajomba haltam itt mellett. Lehet, hogy most azt fogjuk hívni a Virtua Safety Car Ending. Igen, ugye azt hívják. Semmit nem változtott a helyzet, Maxton. Nem mondom. Én max tényleg csak 50%-osba fogok beszállni. Vagy egy-két time trialba, de elég. Ez a 18-as egy altok. Az altoknak a szellője. Most már nyomjuk le majd a többit, azok jobb pályák lesznek. Igen, most jönnek a jobbak. Azért mondom. Ha még a francia is úgymond jobb volt nekem. Hát, ha nem történtek volna olyan dolgok, amiket mondtam. De belevettem ugyanazt, hogy ugyanarra a helyre indultam a 25%-osan, úgyhogy. Most amit visszavettem előnyt, meg leautóztam a lekörözötteket, visszavettem a köreimet mindenkitől, most így jártunk. Persze. Thank you.
hány százalékos. Hagyjam már Blueprint-ben. Elmegyek. Kapsz egy képet rólam. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Na, majd elengedjük. Jött ki, dragi, ma mindjárt a vége. Nyolcszor vagy tőlem. Egy DLS. Derék kaptam meg. Your target is plus 2. Let's move to mix 2 or 3, please. Tudom, hogy blue flag, hát nem kell 20-szal mondani. Egyszer is megértem, majd a kanyarba lelőz. Ha lehet, hogy... Ültem be.
kör, meg még egy lackó. Ja, van kicsúsztam meg a szarba. Harmadjára. Szenne harcolsz? Hát ma nem. Drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be McLaren picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. Szerinted Alonso sapkaja miért van 44-es szám? 44-es. Sőt, én konkrétan 44-es van narancsargalva kiírva. De ez nem Lewis Hamilton? Hát, de. Azért mondom, hogy gyász ez a játék, bazd meg. Alonsónak 14-es a száma. Tegnap volt a szülőnapja. Hát... kaptunk egy pár másodpercet. 6 másodperc, akkor mennyivel voltál előttem? Ezt nem tudom. Mi az a plusz egy lap? Hát leköröztek. Ja, hármunkat, de várjál már. Hogy te azt megnézem, mennyire volt, mint a Red Martin. Hát csak annyit érik, hogy kétszeres ugyan. Na mindegy. Figyelj, érdekes egy verseny volt, az kurva élet. Az biztos. Sajnos megint a utolsó helyen. Hát én voltam az végül. Utolsó. Hát, de ha úgy vesszük, mind a ketten utolsó helyen végeztünk, ha ma együtt játszunk. Ja, hát úgy persze. De az előzőkben egyikbe se jut, egyikbe se voltunk ennyire leizélve. Szóval látszik, hogy ez a magyar, ez megfog. Hát igen. A Hungaroringbe nyomom meg. Nem. Viszont abban megegyezünk, hogy maximum 50%-os verseny nyomom le, de a 100%-ost én kihagyom. Annyit nem bírok itt ülni előtte. Úgy gondolom vezetni. Ha vovoznom kell, az más tészta, azzal elszórakozok, de... a Forma egy komplet verseny, nekem ez fogalasztó. Ezen a széken, bazd meg... hogy nem kelhetek föl róla, hogy elzsibbadt a picsám. Ezen a száron. A legközelebbi verseny majd jó lesz. Esetleg levezetésnek egy ötkörös? Á, kilépszem. Szokásos. De, tényleg levezetésnek akkor. Küldjél meg. Egy one shot qualifying-gal egy ötkörös verseny. Csak nem hallak, mert a mikrofon mögötted van. Küldhetsz meghívót. Mehetünk a belgára is. Megcsináljuk ezt a ötköröst a Hungaroringen. Utána bekúrom a belgát. Zsolti a béka. És ennyi. Ötkörös Hungaroring, ötkörös belga, hogy azért az... hagyd tudjam, hogy az milyen pálya. És így ennyi. Nem bír csatlakozni. De csak kiléptem a játékból. Jaj. Most lép vissza.
Ja, hogy így mindjárt a kapasból kiléptél belőle. Ja, hát azt mondtad, hogy már hú, ennyi elég volt. De az... De érted, azt mondjátok, hogy ez így... Ezért nagy futamot nem megyünk, de ott elmentünk a nagy futamot, és utána meg elvegyünk még 2-5 köröst. Ez ilyen motivációs. Van hát 5 lapsz, és akkor tedd be mind a kettőt, hogyan be tudod tenni? Mind a kettőt? Hát akkor Hungaroring meg a belga, nem? Na jó van akkor. Nem kell külön-külön szarakodni vele. Vége van, egyből benyomja a másikat. Na is ugyanaz lesz, one shot, 5 kör. One shot, 5. Még lehetem gyakorlás nélkül, az paj, mit tudok. Én is. Gyakorlás nélkül mit tudunk, én most kíváncsiságból. No, one shot. Mit tudunk ki belőle? Ma hogy enyhén beídva. Na jó van. Hát nem lesz egy 18-as kör, ezt ma most látom. Na gyorsan tekerjük le őt. Faj a seggem. Jó, itt nem kell semmi karszeta, mehetünk is. Jaja. Aculka fudaluka. Vettél, kiszorítasz, te nyavajó!
kinek? Jó van, lackom. Mentem a Hungrininét, felejtsük el a nagyűrgyöt. Holnap megnézzük a versenyt, azt jó lesz. Akkor jó. Azzal leizorjuk idénre a Hungaroringet szerintem. Jó van, biztos, hogy tudok jönni a pályára. Hagyom a picsába. Holnapi versennyel lezárjuk a Hungaroringet. Legközelebbi Hungaroring versenyre meg majd összeszedjük magunkat. Az biztos. Olyan 100%-ot fogunk nyomni, hogy ott leszek az első helyen. Te, én nem nyomok 100%-osat, én belebaszok. Nekem ez faj. Meg ha nyomjuk, akkor ma nem a 18-ast. Ja, igen. Igen. Az krucifix. És abban nyomunk 100%-ost. Idén, ha ma elkezdtük a 18-ast, akkor csináljuk meg az összes pajat. Kiszenvedjük valahogy. Aztán sikerül nekem is beszervolni a 22-est, akkor ma csak az marad. Ha még nem, akkor ha te is hozzá tudsz jutni a 20-ashoz, akkor még nyomjuk azt, mert az nem annyira hibás, mint ez a fos. Kirögtek kétszer. Jó, egyszer én voltam, utána meg kirögtek. Minő meglepetés, érted? Mondom, a AI nagyon buzisan van beállítva, bazdmeg, hogy lögdös ki jobbra balra, bazdmeg, de ha te meglököd, mindjárt várni. Hát de múltkor beállítottad, hogy izé, hogy barátságos vagyunk. Hát igen, de szerintem az lesz belőle, hogy megint izé hologramok ellen fogunk versenyezni. Hát inkább. Nem akartam, mert tényleg elveszi egy kicsit az élményt, a előzések. De egyszerű, ha ilyen szar az AI, akkor muszáj vagyunk izé hologramok ellen versenyezni, mert ezt így egyszerűen nem lehet csinálni, bazd meg. Hát ezt így nem. Hiába figyelsz te a többi autóra, bazd meg, ha egyszerűen jön az AI, bazd meg, és úgy megbasz, mint a szart. Fél futamot úgy nyomtuk le, és akkor ötödik lettem. Igen. Hovad meg én esetleg a hanyadik helyen végeztem. Szerintem én ott kiestem, mert szétbasztam mindent. Hát, a Hungaroring már csak ilyen. Nehéz pálya. Nagyon nehéz, bazdmeg. Nagyon-nagyon nehéz. Tudod, van akinek még pont ez fekszik, ez a fajta faj. Ja, meg a Monaco. Nézd meg Russellt, bazd meg, az mit csinált ma, már érted? Ja, neki nagyon fekszik. Russell az nagyon éreztem ám amúgy. Az, amit teljesített, bakker. Elpicsolta Ferrari-kat csak azért, mert ő érzi a Hungaroringet, érted? Igen, érzi a pályát. Russell az most nagyon aratott ezzel. Na mit is mondtak? Ez az élete első pole pozíciója? Igen. Na bazd meg. És csak ide kifordult, üdj ki. Láttam. A Latika. Nugi, harmadik helyed megvan még. Hogy láttad? Nézem közben. Hát én ott hagytam a kocsit, 21. helyen voltam, nem tudtam visszamenni se. Ott hagytam, hogy álljon. Utána összepakolták a kocsimat aztán. Ja, most nézlek. Jaj, ez az utolsó kör, értem. Ezt pont jókor kellett eldobni. Itt van az, hogy 5 körön keresztül nem tudod úton tartani normálisan az autót. Mert ezt nem egy verseny alatt kell megtanulni ezt. De mondjuk még Verstappenre lettem volna kíváncsi, ha nem lett volna motor hibája, mit aratott volna.
Hát... Kizavaros a lapomat lett volna elő. Hát szerintem is. De bár arra lettem volna kíváncsi, hogy a Russellt meg előzi. Vagy nem. Hát nem tudom. Nem tudom mennyivel előzte meg őket Russell. A Ferrari-ket? No. Igen. 5 tizedre, jól tudom. A szép. A harmadik lett. Én maradtam a szokásos 20 ennél. Hazai pálya az mindig bal szerencsés, ezt tudjuk. Hát eddigi futamokon mindenki, aki a hazai pályán volt, olyan szarul teljesített, szóval én nem is csodálkozok, hogy szarul teljesítettem. Na, megnézzük ezt a Spa-tapa. Na. Ez ma tényleg tök mindegy lesz, hogy hol végzünk, most megyünk először, idén, rajta. Te is megismered egy kicsit? Igen, megismerem egy picikét, szóval kíváncsi leszek egy picikét a... ezt tudom melyik. Ez jó. Ez jó féle. Ezt nem is mondtam, hogy az exem miatt hagytam ki három. De mondtam. 3 évet a formulából. Supersoft. Szia ki. Supersoft. Na gyerünk. One shot qualifying. Ja, de jó lél ezt a kanyar. Itt legalább nagy az ív. Szállj el, kis madár, nézd meg, hogy merre jár. Dragi, az nyomatja, azt a rohadt. Ez, igen, az a, ez is nem ez a pálya, ezt imádom, én. Ez jó ez a pálya, csak nem hagy padlóga azon végigmenni, mert elszáll a picsa alja neki. Ezt hiába izélem. Ez a játék hibája, hogy a 17-esbe padlóga azon beveszem a kanyart. Gond nélkül. Jó van, warning track line, hát na. Elhagytam, és akkor mi van? Onnan ismerem még a pályát. Valamit úgy, hogy versenyezni. Na, de ezt tök tovább vettem. Jaj, ez a ház, bazd meg. Legközelebb Ferrarit viszek. Oké. Okay. Ha lesz legközelebb. Spa, ugye? Lacka. Mit csinálsz? Mondom, a jó kis spa, mi? Mhm. Hogy itt így kell kanyarodni. Ja, mondjad már, Józsi, bazd meg. Mennyit mentem? Kajak kicsit van. Na. 19. Alonso 1.47.141.48.86.2 szerintem. Én levettem a reszorító erőt, mert a spai pályában általában a 4-es beállítás szokott működni jól. De úgy néz ki, hogy ma nem az a nap. Na, ma meglátjuk. Menjünk. Én kíváncsi leszek. De itt úgy ki lehet csúszni, mint a Isten nyíla. 47-14. Ezt majd a jövő hétre majd véssük a fejünkbe. Jövő hétre. Augusztus 28-án lesz. Lackom. Mi csinálsz? Augusztus 28-án lesz az izé. Na de jó van, de versenyezni mi fogunk, nem? Ha megcsináljuk, de... Még olyanokat, amiket nem végeztünk el, ami mondjuk a olasz pálya, azokat is megy. De ezt megcsináljuk hamarabb, ha gondolod. A belga. Na. Neked szabadod lesz, nekem nem, tudod? Ja, akkor csináljuk. Úgyhogy meglássuk. Nem kell itt semmi car setup, úgyis utolsó leszek.
Én leszek az utolsó. Dragi, mozogsz előre, hátra. Szabad ilyet csinálni? Igen. Lackó, álljál le te ott? Jaj! Ííí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 
Valaki megszeretett! Én voltam! Kaptam 2 másodpercet miattad. Tudtam, hogy nagy a kipufogójukam. Ez az, kilökött a Magnussen. Jaj, kilöktek, lackom! Téged is, engem is. Jaj, fasz meg, de direkt kilök! A bocskos román anyját, basz meg. Megint van a román ki, basz meg. A fasz ki van már. Ne sárga zászlózzá ott előttem, majd én tudom, hogy milyen sárga zászló. Lackot megkapom hátulról. Ez az. Na, még 19-dik vagyok. Most értem vissza na, a pályára. Na jó, mit akar? Most értem vissza a pályára. Ó, megint kibasztak. Jó van. Jobbró, bárró. Mr. Maldonado. Szokodja, aki bőny alla. Szerintem ez jó. Dragi, begurulunk stílusosan? Mi? Egy más mellett. Én megvarlak, Getsz. Stílusosan. Hol vagy? Én megvarlak, Isten bizony. 10. helyről kicsúsztam. Várja, csinálok egy ilyen izé manővert. Jaj! Úgy érzem ez a... Szólj, ha itt vagy. Hát úgyis 20. vagyok. Még van mögöttem egy Hartley. Hol vagy? Most már nincs Hartley. Most már dragmester van mögöttem. És meg is basztak büntettek, jó van. Meg is basztak. Azt mondja, hogy nekem, hogy good start, keep it up. Good start. Azt mondja, good start, keep it up, geci. Na én megvarlak itt, nem hogy meglepődsz. Hello. Hello. Nem úgy volt, hogy egyszerre érünk be? Ja, akkor megvárlak. Hogy gyere. Itt a kanyarban. Megyek, megyek. Úgyse szeretem ezt a kanyart. Egymás mellett bemegyünk-e? Stílusosan, szélarnyékozva. Opa, legyen DRS. Fackó. Nem volt direkt, miről beszélsz? Hol vagy te, ma elindulta? Itt várlak. Hol vagy? Ott-e. Ott-e, drági segge. Uaj, pii. Itt a 500-as nitró. 500-as nitró. Köszi. De hallod, te jössz nekem, azt én kapom a büntetért, ez mi fasz? Jó, én is kapom. Én futószalagon kapom, mindjárt kitiltenek. Ez mi a fasz? És mi van baszva, van? Most nem tétre megy. Autó úgy se törik, úgyhogy lehet dodge-emezni. Karod, nincs kézifék. Úgy driftölgetnék itt vele. Ha barod, ledrifteli maga annak is, érted? Melegíted a gumikat? Aha. Azt is kell bazznek, hát nem csak úgy van, nem melegednek be a gumik. Wiii, ott a drift! Micsoda drift volt! Grozsán itt gyújtotta föl maga ott alól. Habár nem itt. Ne siess, ne hagyj el, kérlek! Várd meg, amíg az orrkúpom cserélem! Az indexet nem ismerő, more! More! Ha hol van az index? A Smerovkot használni kő. Uiii! Uiii! Nézd a büntetőfékkel! Büntetőfékkel! Azért meg kiütöttem! Iiii! Szahantok vetek, adok veszek.
Tiszta tyúk szar az udvarom. Gyere! Gyere! Hát milyen törvány? Gyere, szétasítlak! Hol vagy? Hol vagy? Ide gyere! Ide gyere! 10 másodpercet kapok, figyelj! Hol vagy? Na gyere! Még egy 10 másodpercet. Jó, sargazaszlóznak, nem tudom mi történhet itt a pályán, de sargazaszlóznak. Jó, de baszki, hologrammosak lettünk, gyerünk be a célba. Ah, itt a többieké, álljunk be! Igen, fekete zászló. Figyelj, azt hiszem valami forgalmi dugó alakult ki. Hallod, még harmadikok lehetünk. Hallod, bekapcsoltak a DRS-t. Ez az jó, elpoinkodtuk. Ott vagy, látlak! Kiszemeltelek én! Hé, ne menj el! When you pass, when you can, azt nekem jön. Blue flag, jó van. Ah, nézd meg, menj el annak a pályad! Hova lettél? Hát, fekete zászló. Kétszer, 10 percet, 10 másodpercet kaptam. Tehát meg kibasztok. Engem miért nem basztak még ki? Nézd meg! Whee! Gyerünk, dodge-em! Dodge-em! Ott van a... Ó, még fel is szalt az autó! Figyeled, mekkora pörgentyű! Kíváncsi csak, mennyi időbüntetést tudok kihamacskozni magamnak. Né, de átment a testemen. De nem ér, most miért vettek ki téged? Itt a rövidítése. Várja? Hát ez az. Itt kell följönni. Persze itt is dobd el. Úgy! Úristen! Balcsal ma föl! 12-esbe. Táj el kis veréb! Na mi van nekem? Miért nem adnak fekete-fehér zászló? Vagy fekete zászló? Pedig ma mindenkit eltaláltam. Szegény drag, szét is gyalaztam. Neked nem is adtak fekete zászlót. Hát nekem nem adtak semmit, de ma nem tudom mit csinál. Tudom mit kell tennem. Balcsolta én kameraképemre? Én már érzem. Wow! Mi az, hogy megforgatsz, te geco? Fordulj csak meg. Úgy, ügyes. Bembe jobb menni a forgalommal. Hey! Mi történt? Keresztül mentem rá, tukhe. Tuke! Nave tuke! Soske mange! Na gyere, gyertek, itt vagyok. Nem engedlek. Zárjátok ma ki! Úgy. Itt a pajára, ez az. Ja, hogy ezek ma keresztül cangoznak rajtam. I see. Sony Ericsson. Jó van, ha nem zartok ki, akkor kizavarom én magam. Erre is meg kell találnunk a beállításokat. Ja. Te miért vagy csöndbe, Draginzon? Jó volt. Elszórakoztunk. Nézzük, mennyien kaptak büntetést. Kiszurkoltuk nekik, nem? Ezt visszakaptak, amiért mind kaptuk csak büntetést. Várjál, mindjárt megnézzük. Mindenki kapott büntetést. Ott vannak a...
Én nem látom, nekem azt írja waiting for players. Igen. Ezt hogy hoztad össze? Jaj, átugrottad véletlen? Az egész mezőny izét kapott büntetést. Csak talán öten nem voltak. Na, egész mezőny? Na, nagyon helyes. Ezt visszakaptok. Ó, idén is bar így néz neki, érted, hogy Leclerc, Alonso. Jó, Hamiltont hagyjuk. Figyelj! 13. helyen vagy, az már jó, nem? Az már jó. Advance. Na most végre ki tudom egyenesíteni a seggemlyukat. Utána elszívok egy cigit. Azt meglássuk, hogy bírok-e még vovozni. Nyomsz vovoz streamet? Az, hogy nyomnak én, de unatkoznátok. Nem unatkoznám. Amúgy off-streamben én játszottam vele még. A power szintet azért fölmentem. Na, ki is léptem. Lecsatlakoztam a cuccról, Discordon megint befagyott. Hát, ennyi volt a hungarom. Villog az egész notebookom. Még mindig nem szereti a kormányomat szerintem. Mert ugyanazt csinálja most, mint amit annó csinált. Hogy diszkó, diszkó, jé. Akkor a kövi az a spa lesz? Csinálok? Mondom, akkor a kövi az legyen a belga? Hát, majd kitalálod. És úgy is jön a hosszú szünet addig. Jaj. Most úgy is jön a hosszú szünet, majd valamit ki fundamentálsz. Mindenképp. Jaja. Maradsz még, vagy mész aludni? Én csak a streamet nevem le. Ja, jó van akkor. Jó, most egyszer köszönöm szépen, itt voltatok. Köszönöm a futamot, élményekben gazdag volt. Futamot, meg a szurkolás, meg mindent. Úgyhogy... Holnap lesz Galaxy Talk, az biztos. Meg lehet lesz valami multimóka, azt még nem tudom. De most jó megizzadtam. De elfogadom azt, hogy a hazai futam az mindig balszerencsés, szóval mi meglepő. Na, holnap találkozunk srácok, tehetek jó, tartsad meg a jó szokásaitokat. Jó éjszakát nektek. Jó ét. Jó ét. Csókoltatok mindenkit.